Sziasztok! Köszöntünk mindenkit a Minden Segít Podcast legújabb adásában, a Kaptafából. Közérdekű közleménnyel szeretnénk a mai estét kezdeni, ugyanis legutóbbi adásunkban, amikor Karsai Péterrel, Karsai Dániel öcsével beszélgettünk, akkor egy nagyon mély beszélgetést folytattunk, és több olyan hozzászólást kaptunk ehhez az adáshoz, hogy méltatlan, hogy mennyi reklám van ebben az adásban. Itt szeretném leszögezni, hogy mi ezt az egész adást munka mellett időt, energiát nem kímélve készítjük el, és az a aprócska kis pénz folyik be nekünk a mindenségi tevékenységből, amit a YouTube-os hirdetésekből kapunk. Szeretném nyomatékosítani, hogy akkor, amikor a Lár András kb. 4.-5. adásban itt járt nálunk, akkor megbeszéltük vele, hogy mi nem fogjuk bemondani azt, hogy elő kell fizetni, meg támogatni kell bennünket, de úgy látszik, hogy ez elkerülhetetlen. Úgyhogy most szeretném mondani nektek, hogy ahogy mindegyik másik podcast csatornában, itt is újra és újra el fogjuk mondani, mert úgy látszik, hogy nem tudjátok. Ahhoz, hogy ezt az adást reklám nélkül láthassátok, a Patreonon mennyibe kerül az előfizetés? 6 euró. 6 euró. Tehát nem egy jelentős összeg, ezért az előfizetésért ingyen tekinthetitek meg a Patreonon keresztül az adást. Ráadásul... Nem ingyen, hanem reklám nélkül. Vagy reklám nélkül, bocsánat. Illetőleg azt azért látni kell, hogy ma a független média kizárólagosan a nézők adományaiból tud működni. Legyetek kedvesek bennünket támogatni, hogy ez zavart titeket a YouTube-os reklám, akkor fizessetek elő a Patreonon, támogassatok bennünket, és mindenkinek sokkal jobb lesz az élete, nekünk is. Hogyha most ezen túl vagyunk, akkor bele is kezdünk a mai estébe, ami számomra igazán izgalmas, mert aki követi a mindenségit adásait, sejtheti és tudhatja rólam, hogy engem foglalkoztat nagyon az a kérdés, hogy manapság mennyire jól működő társadalmi berendezkedés vagy párkapcsolati berendezkedés a monogámia. Volt már arra is példa, hogy evolúcióbiológusa azt firtattuk, hogy az emberiség hajnalán, kisközösségekben vajon monogám vagy poligám kapcsolatok működtek-e. És az a helyzet, hogy a 20. század és 21. század fordulójára úgy veszük észre, hogy eljutottunk egy olyan szintre, egy olyan pontra, amikor egyre többen látják azt be, hogy a monogámia az nem egy egész életre végighúzódó, vagy egy működőképes dolog, legalábbis sokak esetében. Nem azt állítom, hogy ilyen nem létezhet, de azért a példák azt mutatják, a rengeteg bálás, hogy ezzel vannak problémák. Úgyhogy most ezt a témát fogjuk körül járni Dieter a Balog Andrával. Szia, Andi! Szervusztok! Aki kultúrkutató, illetőleg poliámor ember. Szokás ezt így mondani? Igen, poliamor ember vagyok. Szögezzük le mindenek előtt azt, hogy ez mit jelent. A poliamoria, tehát az én poliamoriám is, az, hogy én poliamor ember vagyok, illetve a poliamoria, mint fogalom, egy eléggé félreértett fogalom egyébként, úgyhogy azért is érdemes ezt mindjárt az elején tisztázni. Alapvetően sokan úgy fogják fel, vagy azt gondolják, hogy valamiféle poliamória versus monogámia létezik, tehát hogy ezek egymással szemben állnak, és nem tudom, vagy az egyik, vagy a másik, és így küzdenek egymással. De ez igazából nem igaz. Tehát ez ugyanolyan értelmetlen, mint mondjuk egy szexuális orientációnál azt állítani, hogy az egyik az ellenében van a másiknak. Tehát, vagy mondjuk azt mondani, hogy a zöld szem ellenében van a kéknek. Tehát, hogy ezek mind emberi tulajdonságok. Valaki ilyen módon kapcsolódik, valaki pedig olyan módon kapcsolódik intim vonatkozásban. Na most, tehát ezt azért bocsátottam előre, mert hogy sokan már eleve védekeznek, amikor meghallják, hogy poliamória, mert úgy érzik, hogy akkor most ő az ő életmódjukat, vagy felfogásukat, vagy értékrendszerüket éri itt drasztikus támadás és kritika, vagy valamit el akarunk nekik adni, valamiféle árucikket, le akarjuk őket beszélni, szó sincs róla, tehát hogy mindig azzal kezdem, hogy nem az a fontos, hogy valakinek hány partnere van, hanem igazából az a fontos, hogy ő jól érezze magát abban, ahány partnere van neki, és hogy úgy tudjon élni, hogy önazonosan és a helyén érezve magát az életben. Na most ehhez azért ennél egy picit több is kapcsolódik. Tehát a poliamória
úgy is szoktuk magyarra fordítani, hogy több szerelmiség, az lényegében egyfajta az etikus nem monogám kapcsolatoknak a típusaiból, tehát a nagy halmazában. Ugye, ha onnan indulunk ki, akkor létezik az, hogy valakinek egy partneres kapcsolata van, akkor ő monogám, ha nem csak egy partnere van, akkor ő nem monogám. Ezt teheti úgy, hogy etikusan teszi, meg teheti úgy, hogy nem etikusan teszi. Ez azt jelenti, hogy valaki megcsalja a párját, igen. És nem tud róla az a igen, igen, az a nem, például az a nem etikusnak a legalapvetőbb formája az, amikor megcsalnak valakit. Igen. Tehát, hogy valaki több partnerű, de ezt nem tisztességesen csinálja, hanem de lehet, hogy ezek az emberek még föl sincsenek, tehát nem észlelik, vagy nem vallják be magukban, hogy ők hát, nem monogámok, hanem csak megpróbálják ezt a szerepet eljátszani, és még saját maguk előtt is, nem? Igen, illetve ezt monogám határátlépésnek szoktuk hívni. Tehát, hogy vannak különböző monogám határátlépők, akik átlépik ezt a határt, vagy átkelnek ezen a kerítésen, van, aki átesik, ugye, van, aki átcsal a gyalogutat, és alatta mászik át, stb. Stb. Vagy van, aki a kerítésen ül konkrétan, és ide-oda belóg a lába. Tehát, hogy különböző módokon kerülnek ide az emberek, és nem mindig tisztázottak a fogalmaik. Ez nem menti fel az illetőt az arról, hogy ő mondjuk valakit becsap és hazudik, tehát az erkölcsi oldaláról felől semmiképp sem menti fel, vagy sajnos ezzel ilyen kapcsolatromboló folyamatokat indít el. De önmagát is rombolja meg a kapcsolatot is, de igazából egy csomó ember egyszerűen fogalmatlan szó szerint. Uh-huh. És belekerül egy helyzetbe, és nem tudja értelmezni önmagát, nem tudja értelmezni a helyzetet. Úgyhogy ehhez is egy nagyon jó segítség az különben, hogyha ezekkel a fogalmakkal ismerkednek, ezekkel a párkapcsolati modellekkel, mert hogy akkor az ember jobban megérti önmagát, és esetleg jobb döntéseket bilágos. Tud hozni. Tudsz még mondani a nem etikus kapcsolatra valami példát a megcsaláson kívül? Én azt hittem, hogy például a háremtartás egy ilyen. Tehát, hogy van... Az etikátlan. Van olyan háremtartás, ami mondjuk vallási alapon előírt, vagy, uh-huh. vagy mondjuk valamilyen nemzetiséghez kapcsolódó. A legismertebb mondjuk a muszlim háremtartás, vagy muszlim vallásnak ez a szokása, de egyébként ez létezett, nagyon régen volt a zsidó hagyománynak is egy ilyen ága, ma már nem létező ága, ha jól tudom, meg ugyanúgy vannak mondjuk a mormonok, meg mások, akik meg ilyen hát, a kereszténységből hajaztak le, mondjuk így. És ott azért nem nevezhető ez teljesen etikusnak, mert hogy az etikai megközelítés szerint mindenkinek ugyanazzal a szabadságfokkal kéne rendelkezni a kapcsolaton belül, de ha csak az egyiknek lehet több kapcsolat, és az a többi számára tiltott, akkor ez például egy a nem etikusra. Na de a poliamória lényegében lehet fogalomként egy ember párkapcsolati orientációja és identitása, tehát hogy ő hogyan határozza meg magát, és ő hogyan vonzódik. Lehet egy olyan kapcsolatrendszer, ami lehetőséged ilyen vonzódásokra, és családmodell, amin belül szintén ugye lehetőség nyílik erre. Meg van egy olyan oldala is, hogy egyfajta filozófiai felfogás, hogy ez egy világnézet, életszemlélet, vagy politikai vélemény, tehát hogy ilyen megközelítése is van ennek, egyfajta szubkultúra. A poliamória lényegében azt jelenti, hogy egy ember képes és akar egyszerre több emberhez szerelemmel, vagy mélyebb kötődéssel kapcsolódni, azok tudtával és beleegyezésével, és részükre a másokkal kötendő kapcsolatok szabadságát megadja. Tehát több szerelmi kapcsolat egyszerre létezhet, és a családmodell egy olyan, ahol úgy alapítanak családot, vagy nevelnek gyerekeket, hogy ilyen felnőttek szerepelnek a képben, és a filozófia pedig voltaképpen az a szemlélet, ami támogatja ennek az értékeit és a kialakulását. Ez ugyanaz, mint a nyitott kapcsolatban való nem, élés. A nyitott kapcsolat egy másik... Mi a különbség? A nyitott kapcsolat egy etikus, nem monogám kapcsolat. Az a különbség, nagyon, nagyon nagy az átfedés egyébként, tehát nagyon sok, tehát létezik poliamor nyitott kapcsolat is. A nyitott kapcsolatban az a különbség, hogy eleve létezik ott egy kapcsolat, amit megnyitnak. Tehát a poliamoriában nem feltétlenül, tehát lehet egy szingli ember is lehet poliamor, mert ő tudna többekbe szerelmes lenni, és ott most pont nincs kapcsolata. Mert vagy úgy döntött, hogy most nem akar. Nekem világos. Vagy nem sikerült találnia. Mondok példát.
Hogy, bocs, csak annyi, hogyha én együtt élek a Gergővel, és mi szerelmi viszonyban vagyunk egymással. Mint ahogy, ugye. És egy ideig, éveken keresztül monogám kapcsolatban vagyunk, viszont ő neki az az érzete támad, hogy ő szeretne nyitni, akkor megbeszéljük egymás között, hogy a mi kapcsolatunk innentől kezdve nyitott kapcsolat lesz. Tehát ez egy etikus, nyitott kapcsolattá válik. Uh-huh. És a pillanatban ez poliámor, hogy valamelyikünk még mással szerelembe esik? Vagy én ezt igen, tehát az a különbség, hogy a nyitott kapcsolat nem zárja ki, de nem is írja elő azt, hogy a többi partner felé szerelmi vagy mélyebb kötődés legyen. Lehet egy szexuális nyitott kapcsolat is, ahol ők csak más szexuális partnereket is találkoznak, okay, vagy azokat bevonják. Viszont akkor még nem poliámor kapcsolat. De mert csak igen, mert őket nem köti össze szerelem, csak a lényegében csak szexualitás, ezért az nem számít poliamornak. Tehát a poliamória az egy speciális az etikus nem monogámiák között ebben a tekintetben. Aha. Andra, mi a különbség a poliamória és a poligámia között? Elég jelentős, mert a poligámia az lényegében egy olyan házassági forma, ahol egy személynek lehet több partnere, és akkor ebből létezett a történelem folyamán során olyan, hogy több felesége van egy férjnek, létezett olyan, hogy több férje van egy feleségnek, létezett olyan, hogy több feleség és férj van együtt egy ilyen komplex kapcsolatban. Ezek a fajta csoportházasságuk, amikor több feleség és több férj van egy kapcsolatban, például egészen messzire nyúlnak a történelem sugarán, vagy történelem útján, mert hogy az egyik ilyen első példa, ami dokumentálva van, ugye az 1900-as években kezdték el őket dokumentálni, ők Indiában élnek Toda és a Kota törzsek, most már elég kevesen vannak, és náluk lényegében ilyen az egyik család lányai összeházasodnak a másik család fiaival. És így egy ilyen sokfős család lesznek, akik további örökösöket produkálnak, akik majd így nemek szerint összeházasodnak más családok gyerekeivel. Ez a vérfertőzés nem... Nem egymással, hanem más családnak. De akkor is nem lesz nagyon belterjes a vérvonal? Nem, mert például a kotáknál azt csinálják, hogy nagyon szigorú szabály van, hogy melyik faluból kiházasodhat kivel. Tehát, hogy a falvak utcákra vannak oszva, és még az utcák is meg vannak szólva, hogy az utcákban lakók, hogy megpróbálják megelőzni az ilyesmi. Uh-huh. Azért érdekes ez, mert ők egy olyan genetikai csoporthoz tartoznak, akik olyan 47 ezer évvel ezelőtt érkeztek meg Indiába, egy másik irányból délfelől érkeztek, és úgy ez a házassági forma megjelenik az ausztráliós lakosoknál is, és azokon a területeken, amiből azt lehet érteni, hogy valószínűleg ezt a hagyományt ők valahogy egészen régről magukkal vitték ezt a csoportos törzsi házasság formát. Én például, most meg azt nem értem, hogy a poligámia és a poliamória között akkor mi a különbség, hogyha hogy a poliamóriában nem feltétlenül kell. Egyrészt semmiképpen sincs az, hogy egynek van több partner, és többieknek nem lehet több partnerük, ezt tisztán. A poligámiában ez így van? Hát hogy... simán. Na most, hogyha veszünk egy ilyen nyitott poligámiát, az hogy olyan, mondjuk egy valaki alapít kutya, egy családot, most alapítanak egy családot, mondjuk két vagy három nő, meg egy férfi, vegyünk egy ilyen nagyon klasszikus esetet, de mondjuk mindenkinek lehet, és ők így effektíve össze is házasodnak egy olyan társadalomban, ahol házasodhatnak, ők így többen, de mondjuk mindenkinek lehet más partnere is kifelé a másokkal, külső partnerekkel, tehát mindenki élhet az ő szabadságával, akkor alapvetően ez egy etikus nyitott poligámia. De hogy ilyenek léteznek-e a világban, vagy csak itt ötletelünk, ezt nem tudom. Mindenesetre én támogatnám, hát legyen, miért ne legyen, persze. De ez mennyi idő kellhet már, hogy ennyi, de akkor érted, Robi, most is nagyon elfoglalt, de ha ez, te nincs annyi pixel a Google naptárban, érted? Tehát elképesztő. De komolyan. Nekem ezért tűnik amúgy olyan furának ez az idő egyáltalán, mert ha ezt így átgondolom, hogy ezt hogy lehetne menedzselni időben, hát akkor ez lenne a fő foglalkozása az embernek, hogy ő egy kapcsolat fenntartója, nem tudom, tehát hogy lehetetne nektek. Jó, de számít. Hogyha te örököltél volna egy földes úrtól vagyont, amiben nem nagyon kell dolgoznod, akkor tarthatnád, és az időd az hát, mehetne arra, hogy az utódokat gyárt. Őszintén szóval elég sok poliamor embert ismerek, aki kapcsolatai mellett
munkába jár, iskolába jár, hobbija van, sportol, tehát gyermeket nevel, tehát hogy kutyája van, macskája van, tehát hogy igazából azért gondolod ezt, hogy Úristen, és ez egyébként nem csak a te reakciód, mert találkoztam ezzel a reakcióval, ez az egyik reakció, amit szoktam kapni, hogy Úristen, és mennyi idő és energia kell ehhez? Hát kell hozzá idő és energia. És hogyha valaki monogámként tekint erre, vagy az attitűdjei olyanok, hogy nem osztozóak az attitűdjei, akkor lehetséges, hogy neki tényleg nagyon kimerítő. Tehát az a legkimerítőbb például, amit úgy hívunk, hogy szólópoliság vagy csillag kapcsolat alakzat, amikor egy embernek van több partnere, de ezek a partnerei csak effektíve tudnak egymásról, vagy nagyon felszínes kontaktusba kerültek egymással, hogy megittak egy kávét, vagy csak tudja, hogy a nem tudom, XY vagy ilyesmi, de nem igazán ismerik egymást, és ő egyedül próbál annyiféle kapcsolatot föntartani. Most az tényleg nagyon fárasztó, de azok szokták ezt szeretni, akiknek magas az autonómia igényük, mert hogy ők úgy vannak vele, hogy nem szeretik azt, hogy egyeztetniük kell, nem akarják tehát nem akarnak belépni a közös teherviselésnek abban a rendszerébe, ahol őnek is kellene közösen teherviselni, illetve mások is beleszólhatnának ebbe a folyamatban, nem akarnak beengedni annyira embereket, involválni őket, úgyhogy inkább ők autonóm módon maguk intézik. Ennek ugyanaz az előnye, ami a hátránya. Tehát az előnye az, hogy nála több, úgy érzi, hogy több szabadság és döntés marad, kevesebbet kell egyeztetnie. Másrésztről viszont minden egyeztetési munkát ő neki kell csinálnia. Minden terhető szépen áll. Általában nem tudja az egyik kapcsolatában megért terheket a másik kapcsolatban oldani. Tehát nem tudják a kapcsolatok igazán támogatni egymást, hiszen nem is ismerik. De mondjuk egy olyan poliamoriánál, ami ugyanúgy poliam, tehát ennek az embernek a kapcsolatrendszere ugyanúgy poliamoria, mint egy olyan kapcsolat, ahol mondjuk négyen élnek együtt egyfajta családi közösségben, és még esetleg plusz partnereik is vannak, külső partnerek, akik nem élnek ott, és szervezik az életüket, és el tudnak menni, hol az egyik megy el a gyerekért, hol a másik, vagy a gyerekekért, hol a másik, hol az egyik viszi le sétálni a kutyát, hol a másik, felosztják, hogy ki vásárol be, stb. Tehát ott van egy olyan tehermegosztás a kapcsolaton belül, ezen a kapcsolatrendszeren belül, ami sokat csökkent az egyéni tehervállaláson, egyéni terheken, mert hogyha több embernek a cselekedete egy irányba rendeződik, tehát egy irányba hat, akkor általában egyrészt egy olyan plusz alakul ki az egy irányba ható tettektől, ami nem egyenlő a tettek nettó összegével, tehát mindig van egy termelődő plusz. Másrészt pedig nyilvánvalóan akkor másképp oszlik meg, és egy emberre nem esik olyan sok. De hogyha először mondjuk monogám szokásokkal, monogám szemszögből ránézel erre az egészre, tényleg azt hiszem, hogy hú, hát én ennyi meg annyi időt szállok a párkapcsolatom, hát még ebből lenne kettő. Én azt hogy bírnám? Egyébként én neked akartam javasolni, hogy a gyerekszoba.hu-n olvastam egy cikket, amiben arról volt szó, hogy négy felnőtt és három gyerek él együtt, és hogy mennyire kimondottan jó ez a felállás. Pontosan az egyik oka az volt, hogy a teherviselést azt nagyon jól meg tudják osztani egymásra, és hogy kimondottan jól működővé vált az egyébként monogám kapcsolat. Úgy rémlik a cikkből, hogy ott úgy volt, hogy egy normál család, mármint úgy normál, hogy két szülő, két gyerek, nyitottak a szülők, megismerkedtek egy másik párral, ott is jött egy gyerek, és összeköltöztek, és kimondottan jól élnek egymással, úgyhogy ott ebből a szempontból még az időspórolást is jelent. Teljesen belátom ezt. Tudjátok, mint gondolkoztam, hogy vajon most nem az evolúció, biológia, meg pszichológia szemszögéből, hanem csak úgy ilyen akut motivációs szintből szétnézve, vajon mi sarkal arra, vagy miért kap egyáltalán egy ember kedvet ahhoz, hogy több ilyen szerelmi kapcsolatra vágyódik? Vajon az, hogy az aktuális párjában vagy vele kapcsolatban hiányosságokat érez, vagy egyszerűen csak annyira megtetszik valami a másik emberben, hogy vele is szeretne ugyanebbe a viszonyba kerülni, vagy mi? Hát alapvetően ez személye válogatja, hogyha azon a szinten nézed, hogy valaki miért kap kedvet mondjuk egy poliamor kapcsolatrendszerhez. Azért itt megjegyezném, hogy nem mindenki poliamor, aki kedvet kap.
mert hogy ez nem egészen így működik. Van, aki csak kedvet kap, de igazából nem az, vagy soha nem is lesz az. És szerintem azt is fontos hangsúlyozni, hogy különbséget tegyünk, hogy ez nem kimondottan szexuális vonzerőt jelent. Igen. Tehát, hogy nem, szeretnék szexuális kapcsolatot létesíteni a másikkal, hanem... Valódi szerelmet. Igen, szerelmet. Igen. Volt egy nagyon érdekes dolog, úgy hívták őket, hogy Oneida közösség Amerikában. Egy olyan, hát a nettó, a leghevesebb együttérés a közösségnek az 50-60 év volt, de igazából egy olyan 80-85 évre rúgott a 1800-as években ennek a közösségnek a léttartama. És... lényegében ott egy Nice nevezetű úriember, félvallásos és fél egyéb alapon úgy döntött, hogy ő alakít egy hatalmas nagy csoportházasságot, mindenki mindenkivel házas lesz ebben a nagy közösségben, és alapított is egy ilyet, lett nekik egy egész kis városuk, letelepettek, lett nekik egy egész kis városuk, gyárakat építettek, meg mindent, tehát nagyon kis szorgosak voltak, az egyik legsikeresebben működő ilyen alternatív kommuna közösség volt. Majd 300-400 ember lakott a magban, de voltak nekik ilyen leány közösségeik a különböző helyeken virágkorukban. És hát érdekes őket tanulmányozni. És egy adott ponton, mikor már a 80 év körül volt ez a Noise, és már nagyon kereste őket a amerikai hatóság különböző okoknál fogva, akkor egyszer csak bejelentette a 80 éves körül, hogy ő most mindenkitől elválik. Kész, tehát ő most elvált mindenkit, és mindenki váljon el mindenkitől, vagy mindenki csináljon, amit akar, ő elmegy Kanadába, mondta idősen. Azért tette ezt egyébként, mert hogy attól féltek, hogy lecsap rájuk a hatóság, és akkor meg akartak kímélni. Nekem ez nagyon szektársan hangzik. Volt nekik szektárs vonatkozásuk. Én mindjárt elmondom, hogy miért említem az ő közösségüket. Tehát feloszlottak. Ő elment Kanadába a hasonló életkorú híveinek legszűkebb közösségével, és a többiek meg ott maradtak több százan. Addigra már gyerekek születtek, meg nőttek föl, meg, tehát egy generáció váltotta egymást. És döntést kellett hozni, hogy akkor ki lesz monogám, ki lesz nem monogám, ki mit fog csinálni. És az volt nagyon érdekes, hogyha megnézzük számszerűen, hogy hogyan döntöttek, hogy körülbelül a 25%-uk monogám lett, körülbelül a 20-valahány százalékuk nem monogám maradt, és a kettő között levők pedig így megtartották az addigi kapcsolatrendszerüket, tehát úgy nem hagytak abba egy működő kapcsolatrendszert azért, mert most ez történt, de mondjuk utána már nem annyira alapítottak, vagy utána már úgy forgácsolódni kezdtek. Jelenleg egyébként, akik ott élnek, ők már monogámok, tehát hogy addigra, mostanra már ez így nagyjából megszűnt. És szerintem ez azért nagyon érdekes, mert egy érdekes alternatív példára, hogy mi lenne akkor, ha lenne egy olyan társadalom, ahol nem kötelező a monogámia, hogyan döntenének az emberek. És szerintem az embereknek körülbelül a 20-25% akkor is monogám lenne, mert ő egyszerűen monogám, ő abba érzi jól magát kész, tehát ennyi. Tehát ő egyfelé szeret figyelni, nem vágyik arra, hogy többfelé figyel, nem vágyik erre a... Jó, megvan, hogy ketten vannak, jól megvannak, és teljesen rendben van ez. Van egy ilyen kisebb, szintén 20-valahány, 22-23%, aki kifejezetten nem monogám, mondjuk poliamor, vagy kifejezetten nem érzi magát jól a monogámiában, és van egy ilyen középső nagy tömeg, aki alkalmazkodik ehhez vagy ahhoz, attól függően, hogy mi a társadalmi követelmény, vagy őt hogyan nevelték. Igazából mind a kettővel elboldogul. De nyilván közöttük is vannak olyanok, akikkel történik az élet. Hát mondjuk egészen jól meg volt monogám kapcsolatában, míg azt nem érezte, hogy beleszeretett még valakibe, miközben az első embert is tovább szerette. És akkor ezzel neki ott kezdenie kell valamit. És ha neki nincs fogalma arról, hogy ezzel korrekten is tud kezdeni valamit, hanem azt hiszi, hogy ő most itt bűnt követel, ő most itt valami erkölcstelenséget csinál, ő rossz ember, tehát mondjuk rombolja a saját énképét ezzel, azt érzi, hogy retteg, meg nem tudja, mit csináljon, hát ő itt csak csalni tud, mert itt erről nem lehet beszélni, mert akkor minden tönkre menne, tehát ilyen pszichológiai folyamatok elindulnak, és aztán esetleg tényleg valami rossz irányba sodródik emiatt. Ahogy mondtam, ez őt nem menti föl, de tény és való, hogyha ezt ő azért tette, mert fogalmatlan volt, és mikor találkozik a fogalommal, akkor megrendezi az életét, akkor ezért őt kevésbé hibáztatom, mint azt,
aki a fogalmam ismerete ellenére is inkább csalt, mert nem volt kedve korrekten viselkedni, vagy nem. Igen, ez nem egy szép dolog. Igen. Sajnos nincsenek adataim arról, hogy nem tudom, hogy egyáltalán van-e bárkinek erre adata, hogy mondjuk Európában a monogám párkapcsolatban élők hány százalékában fordul olyas elő, hogy az egyik fél az kikacsingat, tehát hogy beleszeret másba. És ebben az esetben ez önkéntelen, szerintem mi egy olyan társadalmi berendezkedésben élünk, ahol az az elsődleges, hogy elé állok, és azt mondom, hogy elválok, megyek. Vagy azt mondom, hogy nem mondok semmit, és fű alatt csinálom, ameddig le nem bukom, és hát nem tudom, van olyan, aki, ez talán a legkevesebb százalék, hogy eljáll a párja elé, és azt mondja, hogy ez játszódik le bennem. Pedig egyébként ez az utolsó az, ami igazán jó irányba tudja vinni ezt a folyamatot, olyan értelemben, hogy lehet, hogy akkor is a végén a monogámián elmaradnak meg, mondjuk elmennek tanácsadásra, elmennek terápiára, rádöbbennek arra, hogy ők megtartják a monogám kapcsolatukat, mert valami más dolguk volt ezzel, és nem az, hogy több partnerűek legyenek. Itt hagyj egyezzek meg valamit. És utána visszadom a szót. Csak hogy nekem tök érdekes volt, hogy van nekem egy unokahúgom, aki által megismerkedtem egy leányzóval, aki hát azt hiszem 8 vagy 9 éve férjezett, és ők azt vallják magukról, hogy nyitott kapcsolatban élnek. Ez azt jelenti, hogy ők mindig megosztják a partnerükkel azt, hogyha éri őket egy inger. Tehát, hogy valaki megtetszik neki, nagyon szívesen lefeküdnék vele, megbeszélik, és ezzel alatt a 9 év alatt azzal, hogy ez a lehetőség egyáltalán megvan, egyik sem csalta még meg, nem is az, hogy csalta, nem létesített mással szexuális kapcsolatot. Tehát önmagában ez a nyitottság, ez szerintem ennek a lehetősége, hogy megvan, ez már hozzájárulhat egy sokkal belsőségesebb párkapcsolathoz. Nyilván... Az őszinte mi volt ebből kifolyólag? Tehát az őszinte kommunikáció az mindenfajta kapcsolatnak rengeteget segít. Tehát az is egy probléma, ha valaki úgy közelíti meg, hogy a monogámia csak azért jó, mert egy partneres. Tehát hogy az egy ilyen felsőbb értéket képvisel, hogy csak kettő ember van együtt, ez semmit nem képvisel, az lehet attól egy bántalmazó kapcsolat, lehet egy nem bántalmazó, de tök őszintétlen, lehet egy olyan, amit csak az anyagi érdekek vagy a struktúrák tartanak össze. Egyáltalán nem garanciája sem a személyes boldogulásnak, sem a közös boldogulásnak, sem semminek, csak annyi van, hogy két ember van benne. Tehát... Egyébként tudsz valamiről, amiben egy monogám kapcsolat előnyösebb, mint egy poliamor kapcsolat? Ja, hát igazából nem annyira, mert szerintem ezek nagyon hasonlóak, tehát minden emberi kapcsolat hasonló. Nem tudom, talán, hogyha valaki, tehát általában poliamor emberek, nem, szerintem nincs olyan, hogy poliamor személyiség, mert nagyon sokféle poliamor embert ismerek, de azért vannak ilyen egybeeső tulajdonságok, általában kommunikatívak, de kell is nekik. Tehát, hogyha valaki nem kommunikatív, vagy nem jó a kommunikációja, egy ilyen kapcsolatrendszerem, mert ő biztos, hogy fejlődni fog, mert már nem tud bennmaradni, egyszerűen muszáj. Általában kockázattűrők, tehát, hogy nem annyira kerülik a kockázatot, nem annyira néznek minden újra fenyegetésként, hanem érdeklődnek a bármilyen újdonságok iránt. Nem arról van szó, hogy mindig egy új ember kell neki, hanem inkább arról, hogy kíváncsi az új megoldásokra mindenben. Van egy kíváncsiság, egyfajta nyitottság az újra. Általában olyan emberek tudtak ebbe sikeresek lenni, akik jó a figyelem megosztó képessége, mert kétség kívül több felé kell figyelni. Tehát az az ember, akinek nem konform sok felé figyelni, az általában kevésbé tud jól boldogulni egy poliamor rendszerben. Az empátia is egy ilyen dolog, vagy az a képesség, hogy a másik szemszögéből nézd a dolgokat. Mert egészen biztosan lesz egy csomó minden, amikor új helyzetek, amikre nincsenek minták, amikor közösen kell kialakítanatok valami megoldást vagy mintát, egyrészt nem szabad megijedned ettől az új dologtól, másrészt meg kell tudnod érteni a másik szempontjait is. Hogy ő miért tette azt, amit tette, vagy miért érzi azt, amit, vagy miért szeretne valamit. Most, hogyha valaki jobban érzi magát, úgyhogy nem osztja meg a figyelmét, hogy kevesebben kommunikál, vagy jobban ragaszkodik a saját elképzeléseihez, nem szereti az újításokat, szeret az ilyen... Az ő megszokott kis kereteiben maradni, és itt lehet, hogy neki konform most, tehát neki jobban konform a monogámia. Uh-huh. Tehát teljesen simán, de szerintem ezért ez vágyak szintjén működő dolog is, tehát az emberek néha
az emberek vágyai néha egészen furcsán rendeződnek a személyiségükhöz képest. Hát, hogy nem. A vágyak, vannak sztereotipikus vágyak, de pont a vágyak világ az a szabad világ, ami nagyon nem sztereotipikus, ugyanúgy, mint a fantázia, vagy így tovább. Uh-huh. Andrea, ezt a mondatodat én most szeretném, hogyha a saját életedre vonatkoztatnád. Mert ugye elkanyarodtunk onnél, hogy hogyan ismerted föl magadban egyáltalán, hogy te egy ilyen személyiség vagy. Hát nekem ez egy nagyon, nagyon vívódó és nehéz út volt. Tehát, hogy én már a 20-as éveimben találkoztam azzal, hogy több kapcsolatom volt, ami nálam egész egyszerűen úgy zajlott le, hogy megszerettem valakit, nagyon szerettem, megszerettem még valakit, az előzőt ugyanúgy szerettem, és akkor kialakult egy ilyen fura szituáció. Aztán fogtam magam, és megszerettem még valakit. Nem álltam meg kettőnél, nem még valakit megszerettem. És őszintén akkoriban, azokban az években semmiféle ilyen dologról nem lehetett tudni. Talán a legközelebb a dolog a nem monogámiáról a Faludi Györgynek a test és lélek antológiája volt a polcomon, tehát hogy nem igazán, hogyha elő is fordult valamilyen irodalmi műben nem monogámia, akkor azt többnyire valamilyen szexuális kicsapongás formájában írta ezt le, és semmiképpen nem úgy, mint mondjuk poliamor modell. És én szerettem volna igazából monogám lenni. Tehát nekem mély meggyőződésem volt, református is vagyok eredetileg, tehát hogy mély meggyőződésem volt, mind vallásilag, mind emberileg, mind a neveltetésem szerint, és így tovább, hogy velem van itt valami baj, mert mindenkinek nagyon jól megy ez a dolog. Én vagyok az, aki egyszerűen nem tudja formában tartani saját magát, meg az életét, nekem ez mindig kicsúszik a kezemből, hogy van ez, stb. És hát ugye nem volt etikus megoldás erre az egészre, úgyhogy igazából én pont a megcsalásos úton voltam, vagy legalábbis ilyen az akkori baráti körömben volt egyfajta ilyen rugalmasság, vagy ilyen áthatás, hogy úgy tudták ők, hogy nekem több van, vagy nem tudom, de úgy nem említették, mert volt, visszahallottam, hogy tréfálkoztak erről, hogy a Andi a közös nő, tehát hogy valami ilyesmi, de ami nem is volt olyan jó ízű tréfa, de hogy lényegében nem tudtam én, hogy ezzel mihez kezdjek, és utána ez az egész a fejemre omlott. Szerelmes lettem nagyon, de az a kapcsolat nem tudott működni, mert az is egy házas emberhez kötődött, aki viszont úgy döntött, hogy inkább megszakítja ezt a kapcsolatot, tehát hogy nem akarta vállalni. És én meg úgy voltam, nekem valahogy tök természetesnek tűnt az, hogy neki ettől nem kell elválnia, vagy megszakítani a másik kapcsolatot. Ez én logikám szerint ez teljesen okés volt, ahogy zajlott. Neki nem volt, ő nagyon rosszul viselte. És akkor az egész fejemre romlott, mindegyik kapcsolatom megszűnt, ez sem jött össze, ott ültem az egész halom alján, és nem volt definícióm, abszolút selejtnek éreztem magam, tehát teljesen értéktelennek, defektes, mint aki defektesen született a világra, és nem passzol. Egyszerűen beszélek az emberekhez, és nem azt hallják, amit mondok, érzés. És aztán összejöttem a mostani férjemmel, és akkor úgy éreztem, hogy ez a nagy megoldás. Tehát megtaláltam, eddig az volt a gond, hogy azok nem az igaziak voltak, na de most ugye itt van ez a remek férfi, vele csodálatos monogámiát fogunk létrehozni, mi itt ketten, és nagy lendülettel nekivágtam. És hát ez így jól is ment, mit tudom én, ugye az első 3-5 évben. Ugye összeházasodtunk, lett egy kisfiunk, és aztán megint kezdett az egész a fejemre omlani. Tehát, hogy egyszerűen nem... Újabb férfi érkezett az életedbe? Nem, úgy éreztem magam, mint aki... Be van zárva? Nem, mint aki nem egész. Tehát, mint hogyha így egyes részeim láthatatlanok lennének, vagy valami másik buborékba így le lenne vágva rólam, nem tudom másképp mondani, lenne hasadva. És akkor így nagyon sokat vergődtem ezen, és volt egy ilyen beszélgetésünk, ami mondjuk tele volt feszültséggel, mondjuk veszekedés határán, de mindegy. Volt egy beszélgetésünk, amikor végülis ilyen nyitottsági megállapodásunk lett, mondjuk ilyen meg nem támadási szerződésnek nevezném, mert nem volt rendes. Tehát egy rendes nyitottsági megállapodásban azért elhangzanak bizonyos alapdolgok, hogy ez hogy fog történni. Tehát van egy megállapodás, hogy fogjuk ezt megnyitni. Ő azt mondta, hogy nem hibáztatlak, ha lesz másik partnered. Mire közöltem, hogy én sem hibáztatlak téged. És akkor ez a nem hibáztatási megállapodásunk volt.
Tényleg ilyen meg nem támadási szerződés. Na, de az volt a gond ezzel, hogy egyáltalán nem tisztáztuk azt, hogy hogy fogunk erről beszélgetni. Milyen szabályok van? Semmit. Csak annyi, hogy tulajdonképpen annyit mondtunk ki vele, hogy nem hagylak el semmiképp. Úgyse. Hát én igen. Sem téged. Körülbelül így, ez végül is jó alap, nem mondjuk, de a poliamorének az egyik igen, lényege, hogy nem szakítasz igen. Az emberekkel. Úgy elég sikeresen lehet csinálni. Egyszerűen csak nem szakítasz, és akkor működik. De hogy azt nem mondtátok ki, hogy ez alkalmi kapcsolatra nem, is vonatkozik? Igazából semmit nem tisztáztunk, csak így bedobtuk ezt középre, és ennek az lett a vége, hogy nekem elkezdődtek kapcsolataim, ugye immár ezzel a elvileg valamilyen szintű ráhagyásos háttérrel, de nem tudtam róla beszélni, mert nem akartam megbántani azzal. Tehát nem az volt, hogy én titokban sunyogtam körbe, mert én megmondtam, hogy kivel találkozom, de ő nem kérdezte, mi van, én meg nem mondtam, hogy mi van. És akkor ő nem kérdezte, mi van, mert nem akart megbántani. Én nem mondtam, mi van, mert nem akartam megbántani. Amitől a hallgatás különböző falai, tehát ilyen kommunikációs gátak épültek föl. Mert nem lehetett azt elmondani, hogy milyen estéd volt, hogy jó volt, nem volt jó, ó, ezt csináltuk, azt csináltuk, stb. Hanem hát, hogy ilyen megjöttem, megjöttél, hogy vagy jól, tehát kész, megállt. És 2014-ben történt az, hogy volt nekem egy régi barátnőm, aki állította, hogy ő szerint én poliamor vagyok, amit én erősen tagadtam, vagy mély kétkedésre szemléltem. Addigra nekem már volt egy ilyen kifejezésem magamra, hogy én deviáns vagyok, de emelt fővel. Tehát just is vagyok deviáns, úgy döntöttem. És akkor ő mondta, hogy de ő, hogy engem hallgat, ennek ez olyan, mint hogyha én poliamor lennék. Mert ugye akkoriban már évek óta újra kezdődött az a kapcsolatom, ami korábban megszakadt, tehát két kapcsolatom volt, a férjem és a kedvesem. És hát, hogy két kapcsolatom volt, hát neki ez olyan, mint hogyha én poliamor lennék. Nekem ez azért nem tetszett, mert én őt úgy ismertem, mint egy hát, nagy szexuális szabadsággal élő személyt, és amikor ő mondta ezt a szót, akkor teljesen úgy hangzott, mondtam is neki, hogy figyelj, ez egy ilyen eufemisztikus szó arra, hogy körbe kefélsz, mondtam én, ugye? És mondta, hogy hát nem, de hogy jöjjek el, és hallgassam meg, hogy mi az ilyen. Akkoriban volt két ilyen témairánt érdeklő embereknek a közössége, akik ilyen házi bulikon találkoztak, és akkor volt esélyed odajutni, ha valaki meghívott jellegű. Ez a klasszikus fülbesugós, hogy hol lesz a buli. És akkor így eljutottam az egyik bulira, ott még eleinte nagy gyanakvással figyeltem, hogy mi lesz ebből, de aztán kiderült, hogy nem is, nincs is orgia, csak tréfálok. Tehát ez van. Az ember jön gyanakodva. Reménykedve. Gyanakodva. És hát egy körbeültek, és ez az első találkozóknak egy ilyen klasszikus forgatókönyve volt, hogy mindenki elmondta, hogy ő miért jött ide, és mit jelent neki a poliamória, ami gondoljátok meg, hogyha mondjuk van 20-valahányan, akkor ez mennyi ideig tart, még mindenki elmondja. Tehát, hogy, de nekem ez arra nagyon jó volt, hogy rengeteg történetet végighallgattam. Nyilván volt olyan, aki 3 szót mondott, meg volt olyan, aki 20 percig beszél, attól függ, hogy ki kicsoda. De nagyon sok történet meghallgattam, és leesett nálam a tantusz, hogy hát itt nem az előítéleteimről van szó, tehát ezek nem igazak az előítéleteim, hanem egyszerűen emberi történetek vannak arról, hogy hogyan kerül valaki abba a helyzetbe, hogy több embert szeret, vagy hogy több kapcsolata van, mert hozzáteszem, hogy volt olyan is ott, akik mondjuk házaspárként inkább az ilyen hármasozás, meg ilyesmi, de nem volt terük, hogy ők hol bontakozzanak ki, tehát ebbe a közösségbe. Tehát inkább nyitott kapcsolatosok voltak, de ebbe a közösségbe csatlakoztak be. És hát aztán később 2015-ben már lett ennek Facebook csoportja, és az első csoport, meg lett neki nyilvános oldala, ugye, stb. Tehát megjelent a közösségi médiám, nyilván elkezdtünk programokat szervezni, meg egyebeket, hogy mások is be tudjanak kapcsolódni, és akkor kezdett így felszínre jönni, tehát nagyobb láthatóságot kapott a dolog. És a lényegében az én történetem, ez erről szól. Kialudtam a bulit,
És akkor utána mondtam neki, hogy hát így tudja, hogy mi az a poliamória. Hát nem. Így kifejtettem neki, hogy mi ez. Elgondolkodott, valamit dolgozgatott, mert szokott faragni, és emlékszem, hogy valamit faragott éppen az asztalnál, és így mondja, így elgondolkodott, hogy ó, hát én mindig azt gondoltam magam, hogy ennek így kéne működnie. Mondom neki, de figyelj akkor, miért úgy csináljuk, ahogy csináljuk? Tehát, hogyha te ezt gondolod, akkor tulajdonképpen mi van itt, ránézett, és azt mondta, hogy figyelj, amikor azt mondtad, hogy monogámiát akarsz, akkor monogámia lett. Most azt mondod, hogy poliamóriát akarsz, akkor poliamória lesz. És mondtam neki, hogy jó, de ez most úgy hangzik, mint ezt én erőltetném, mint azt mondanád, hogy ez döntsem el én, vagy valami. De mondta, hogy nem, ő igazából úgy van vele, hogy velem szeretne maradni, de ő mind a kettőbe jól megvan, és egyébként meg tök természetesnek érzi ezt az irányt. Tehát, hogy ez... És akkor utána persze nem volt ennyire egyszerű a dolog, mert utána még voltak ilyen zökkenőink, mert új szituációkba kerültünk bele, ugye, és akkor nem tudtuk, hogy ott mit kell tenni, hogy mit tudom, én hazajött, és akkor félhet nekem elmondani, de aztán csak kibökte, hogy hát hogy az van, hogy most másik lánynevet mondok, mindegy, de hogy csókolózott a Kingával. Mondtam, hogy hát jó, oké. Tehát figyelj, jó is. De ezt tényleg ennyire könnyedén vetted? Igen, mert hogy most gondolod, hogy nekem meg már volt másik kapcsolatom ebbe a... Én el tudom fogadni, meg el is nem, csak lehet, hogy vannak a nézőknek, akik ez furcsa, hogy egy ilyen helyzetben valaki ezt ilyen könnyedén veszi. Akkor tudod ezt így venni egyébként, hogyha nagyon erősen bízol abban, hogy fontos vagy a partnerennek, hogy ti fontosak vagytok egymásnak, és hogy ez a kapcsolat erős lábakon áll. Uh-huh. Tehát akkor jön nagyon erősen a szorongás, hogyha valaki úgy érzi, hogy az ő kapcsolati pozíciója vagy státusza fenyegetve van, aminek sokféle oka lehet. Tehát most nyilvánvalóan, hogyha valaki valamilyen traumán esett át, vagy valami ilyesmi, és ez fölidéződik benne, vagy eleve az egész helyzet katasztrófa, mert mondjuk nem az van, hogy valaki őszintén hazajön és elmondja, hanem az van, hogy kiderült, hogy valaki hazudott, vagy ilyesmi, tehát különböző helyzetek lehetnek, amikben az emberek fenyegetve érezhetik magukat, és nyilván akkor, ha megrémül, mert ő fenyegetve érzi magát, akkor adja ezeket az erős válaszokat, és kevésbé ad ilyen erős választ akkor, hogyha nyugodt, és nem érzi magát fenyegetve, és mi azon már túl voltunk, tehát az már volt döntve, hogy mi nem akarunk egymásra szakítani, csak lehet, hogy az egészet újra kell gondolnunk, és újra kell szerveznünk. Szerintem ebben a fölállásban ez az egyik legnehezebb, hogy nincsenek kidolgozott szabályok, hanem nektek a saját szabályrendszereteket kell megalkotni. De ez a jó oldala is, ha onnan nézed. Mert ezzel, tehát van néhány alap dolog, mondjuk az etikusság követelményei, stb., aminek meg kell felelni. Csak így elmondom őket a beszélgetés kedvéért, még mit értünk etikusság követelményeire. Tehát az, hogy mindenki, minden érintett tudja, hogy ő milyen kapcsolatban van benne. Mindenki beleegyezett ebbe, és önként egyezett bele, tehát nem erőltetésre egyezett bele, vagy belekényszerítődött a beleegyezésbe. Mindenki hozzájut azokhoz az információkhoz, ami neki ahhoz kell, hogy saját magáról döntsön ebben az egészben. Ezt azért mondom ilyen óvatosan, mert azt mondani, hogy minden információ az mindenki hozzájut, néha irreális, nem arról van szó, hogy az összes információt tálalnunk kell, ami információ van, de minden olyan, ami valakinek a önmagáról való döntéséhez, vagy kapcsolati döntéséhez kell, ahhoz ő hozzájut. Mindenki ugyanazzal a szabadsággal élhet, tehát a szabadság jogait ugyanúgy gyakorolhatja, és mindenki önmagával is jól bánik. Tehát, hogy nem... Ezt fejtsd ki, kérlek. Hát, mert hogy nem csak a másik emberrel kell jól bánnod ahhoz, hogy etikusan élj, hanem saját magaddal is. Tehát, hogy van ez az ősi bibliai, hogy amit szeretnéd, hogy veled tegyenek, azt tedd a te fele barátoddal is. És ezt meg lehet fordítani, hogy amit a fele barátoddal akarsz tenni, azt tedd magaddal is. Mert van olyan, amikor valaki azt gondolja, különösen a nők, vagy a nők között szoktak sokan lenni, így fogalmazok, mert nem szeretem annyira a nemi sztereotípiákat, de ennek neveltetési okai is vannak. De egyébként olyan férfiaknál is, akik hajlamosak a gondoskodásra, vagy kerülik a kommunikációt, vagy kerülik a feltárást, elő szokott fordulni az, hogy ő nem, az illető nem közli, hogy mit szeretne, hanem csinálja, tehát önfeláldoz. Tehát elkezd tenni dolgokat,
amiket ő helyesnek érez, vagy gondol, és várja, hogy a másik majd viszonozza. És ő csak ad, és várja a viszonzást, és ad, és várja a viszonzást. És hogyha ez a viszonzás nem érkezik meg, mert a másik nem veszi át ezt a viselkedési mintát tőle, hanem csak örül, hogy kapott valamit egyszerűen, és mondjuk vár egy közlésre, hogy léci, add ezt, vagy csináld azt, és ez nem jön, és akkor azt gondolja, hogy ez milyen jó nekem, milyen csodás ez a kapcsolat, mert hogy milyen nagyszerű ez a nő, vagy milyen nagyszerű ez a férfi. És egyszer csak az illető, aki csak adott és adott, mérges lesz, vagy kimerül, vagy csalódott lesz, vagy értéktelennek érzi magát, mert úgy ezért nem kap megbecsülést, és így tovább, és mondjuk lesz egy, kialakul egy óriási konfliktus a háttérben, vagy ő akár megszakítja a kapcsolatot, mert azt mondja, hogy hát veled nem lehet. És az a fél meg, aki inkább ez a közlő típus volt, tehát ez a nem az a viselkedés mintát lemásoló, hanem az, aki várja a közlést, ő meg nem érti, hogy az egész miért szakadt a fejére hirtelen, és akkor már nagyon nehéz is rendbe tenni, mert már nem tudja megtenni azt, amit 2 éve nem tett meg. Tehát visszamenőlegesen már nem tud tenni semmit. Neked hány gyermeked van? 1. Hú, kár. Mert azt akartam fölvetni neked, hogy az ember képes-e ugyanúgy szeretni a gyermekeit, ha több van nekik. Tehát van egy olyan anya, akinek 5 gyereke van, azt az 5 gyereket ugyanúgy szereti? Hát én feltételezem, de nekem egy van. De hát, hogy én nekem erről szoktak vitáim lenni, mert vannak, akik azt mondják, hogy ez képtelenség. Tehát egy ember nem tudja ugyanúgy szeretni, hiába szereti nagyon őket, de azért a szeretet minőség az valahogy más. Talán úgy fogalmazhatnánk meg, hogyha ezt most kapcsolatilag akarod le világítani. Majd arra akartam konvertálni. De szerintem igaz lehet a szülő-gyerek viszonyra is. Mondjuk nekem egy van, de feltételezem, hogy minden személlyel, akivel valamilyen szeretett kapcsolatban vagy, mivel az egy másik személy, tehát mindig valaki más lesz, nem ugyanaz. Nem ugyanaz, vagy négyszer, nem ugyanaz a gyereked van négyszer, hanem 4 különböző gyereked van. Mindegyikkel másképpen alakul a szeretett kapcsolatod. Attól még az ugyanolyan fokú szeretett kapcsolat. De lehet, hogy van olyan gyereke, akivel hatalmasokat tud beszélgetni, és tökre egybeesik mindenről a véleményük, és nagy kapcsolódást él meg, hogy ó, igen, hát ő pont olyan, mint én. Mm-hmm. Lehet, hogy van olyan gyereke, aki tök ellentétesről vele, teljesen másképp gondolkozik, vagy alig tudnak beszélgetni, vagy nem nyílik meg a gyerek. Mit szerint olyan személyiség, aki kevésbé nyílik meg, még hogyha ő beleteszi az energiát akkor is, és mondjuk ugyanúgy szereti ezt a gyerekét is, de nem nincsenek ezek a nagy egy húron pendülünk. Nagyon jó válaszod, de van vajon a szeretetnek fokmérője? Szerintem nincsen. Tehát, hogyha szeretek, akkor szeretek. Valamilyen minőségben szereted a férjedet, és valami más, hogy szereted, feltételezem én, a párodat, vagy a melletted kedvesedet. Igen, így fog. De hogyha lennél harmadik, akkor lehet, hogy őt is ugyanúgy szeretnéd, vagy nem ugyanolyan mélyen szeretnéd, csak más szeretnél benne. Az egyik lehet, hogy tényleg kommunikatív. Tehát, hogy az a lényeg, hogy oda akarok kiukadni, hogy én elképzelhetőnek tartom azt, hogy az ember az egyikkel például nagyon jó szexuális kapcsolatban van, a másikkal meg nagyon mély lelki kapcsolatban, a harmadikkal meg nagyon jól tud szórakozni. Persze, de ennek nincs az eszköze. Tehát a mindegyiket szereti. Tehát azt kérdezted, hogy a szeretetnek van-e fokmérője. Igen. A szeretetnek nincs fokmérője, mert mindegyik egy szeretett kapcsolat, csak még plusz más dolgok kapcsolódnak hozzá. Mit szólsz ehhez? Én ezt el tudom képzelni, hogy át tudom ezt élni. Mondjuk meg. Például lehet, hogy véve ezt az anyát, akiről beszélünk, a hipotetikus anyát, a 4 gyerekkel beszélünk róla. Tehát lehet, hogy mondjuk van 4 fia, és akkor az egyikkel ezt a nagy, hú de nagy közös, egy húron pendülést éli meg, de az ember nem csak azért szeret valakit, mert visszahallja tőle a saját véleményeit, hanem lehet, hogy pont azért szereti a másik gyerekét, mert annak más véleménye van, és más szempontokat hoz fel. A harmadikat meg lehet, hogy mondjuk pont azért szereti, mert kiköpött olyan, mint a férje ennyi idősen. És... De ez szerintem egy lehetőség. De olyat is hallunk, hogy az az anya azért nem ugyanúgy szereti azokat a gyerekeit. Hát én nem tudom. Több gyermekes anyákat kéne megkérdezned erről a dologról. Akkor oda szeretnék eljukadni, hogy mi itt ebben a podcast műsorban sokszor beszélgettünk többek között Bibók Beával, aki szexuálpszichológus, arról, hogy az emberek milyen minőségben, vagy pontosabban, hogy hogyan kapcsolódnak. Tehát, hogy vannak ezek a klasszik kapcsolódási formulák. Hogy mit gondolsz arról, hogy
az, hogyha valaki több embert, több férfit, de inkább az ember jobb, mert gondolom ilyenkor nemekre vonatkozott, valaki, hány olyat lehet hallani, hogy egy nő beleszeretett egy másik nőbe, és emiatt inkább ott hagyja a férjét, ahelyett, hogy gyönyörű hármas párkap, vagy pár tri, az nem, hogy szokták azt mondani? Ugye nem pár kapcsolatban, lehetnek egy V kapcsolatban, mert ne feltételezzük, triádnak hívek egyébként, triád. De ne feltételezzük nem, automatikusan, hogy azért, mert a másik nő szereti ezt a nőt, azért a férjet is fogja. Tehát. Világos. Igen. Nem így működik. Hogy... Értem, csak azt akartam mondani, hogy ez szerintem, hogyha valaki egy ilyen helyzetbe kerül, ez nem feltétlenül kell, hogy eljuttassa őket odáig, hogy az előző kapcsolatot az teljesen felszámolják. Persze. Emlékszem, valaki megkérdezte tőlem egyszer, hogy és hogyha megtalálod az igazit, akkor is velük leszel? Mondom, fiam, megtaláltam az igazit, csak több igazi van. Tehát akikkel, nekem az az igazi, akivel ilyen szépen tudok és mélyen kapcsolódni, mert ilyen az én személyiségem, én ilyen hosszú távra építkező típus vagyok, komoly kapcsolatos típus. Mindegyik kapcsolatom teljes értékű. Tehát nem az van, hogy az egyiket jobban szeretem, mint a másikat, meg kicsit, meg nem így működik, mindegyiket szeretem, mindegyiken más alkotja a kapcsolatunkat. Hát ugye a monogám megközelítésben nagyon gyakran, bár ez nem igaz egyébként a történelemre, tehát hogyha azt kérdezted, hogy régen volt-e poliamória, erre azért nehéz válaszolni, mert az ember mindig képes volt arra, hogy többekbe beleszeressen, és igen, ennek van nyoma a történelemben. Voltak olyan közösségek, amelyek ezzel kapcsolatban megengedőek voltak, valamilyen törvénykezésüknek, vagy szokásuk miatt, és akkor ott szabadabban, láthatóbban megjelent. Volt olyan, ami nem volt ennyire megengedő, és ott mondjuk inkább a bírósági aktákban, meg hasonlókban, bírósági iratokban, meg hasonlókban látod ennek a nyomát. Meg voltak zavaros időszakok, mondjuk háborúk után, meg hasonlók, amikor megint felbomlottak egy területen az adott normák, és az emberek egyedileg viselkedtek, és így tovább. Tehát ezek a dolgok megjelennek, valóban láthatóak, egészen visszamenőleg a történelmünk kezdetéig. Vannak ennek nyomai. Hogy aztán az az ember, aki többet szeretett, vagy a partnerei, akik esetleg szintén többet szerettek vagyok, hogyan tudtak egymással kapcsolódni? Az ő kapcsolatuk mennyire értelmezhető egy moderne poliamória fogalom szerint, tehát mondjuk a mai poliamória fogalom szerint, az megint egy más kérdés. Nem alkalmazhatsz egy modern fogalmat, mondjuk egy ókori vagy egy középkori emberre. Például vedd azt, hogy identitás. Most mit gondolt? Volt neki természetesen, de most mit gondolt? Vagy szabadságjog. Mit gondolt a szabadságjogáról? Teljesen más világnézetben és világképben volt benne. A házasságoknak többféle típusa létezik, mint most is többféle típusa létezik. Van a polgári házasság, van az egyházi házasság, ezek más-más követelményekkel járnak együtt. A középkorban is volt a katolikus Szent Unió, mondjuk a 1200-as évektől kezdve, kb. 1100-1200-as évektől kezdve alakult ki ez a koncepció, de a kereszténység akkor már 1000 éve létezett. Tehát és még a katolikus Szent Unió mellett is nagyon sokáig léteztek a római megegyezéses házasságoknak a keresztényben leszármazott formái, például a Dán Módi szerint, tehát Módo Danico megkötött házasságok. Lényegében az volt, hogy volt egy katolikus házassága, amit a katolikus egyház szabály szerint kötött meg, és mellette szerződéses, tehát házassági szerződést írva még egy partnere volt, aki meg mondjuk ilyen politikai szövetség, vagy egyszerű szerelem megélés okán. Ez nem ágyastartás, az megint más, hogy ezen kívül még létezhet egy ágyastartás is. Tényleg 1200-as évektől kezdve kezdik a nagyon erősen a monogámiát követelni. Ugye a poligámiát Nagy Károly már 800-ban megpróbálja betiltani, de nem... tehát soha nem sikerült ezt igazán keresztül vinni neki, tehát nem lép gyakorlatba ez a törvény. Jó 400 évbe kerül, mire ténylegesen átkerülnek a házasságok az egyház jogi körébe, aztán 200 év múlva gyorsan visszaadják a világi bíróságoknak. Úgy tanultak belőle, hogy nem olyan jó az embereknek a házassági bajaival bíráskodni, mert hogy a válás meg az egyéb viták nem a legjobb dolgok. Ezért aztán a poliamória lényegében föl-föl bukkan ezekben a történetekben egészen mostanáig. Örülök, hogy ezt a kitérőt megtettük, de én visszautalnék a Bibók Beára, mert vele sokat beszélgettünk a kötődési mintázatokról, hogy hogyan alakulnak ki ezek a bizonyos kötődések. Egészen kisgyerekkorban kapott
ingerek, viselkedés, a szülőknek a felelőssége, az mit gondolsz, hogy mennyiben járulhat ahhoz hozzá, hogy valaki poliamorrá válik, vagy sem? Semmi. Tehát az, hogy poliamor lesz, az abban semmiben szerintem. Egyrészt itt megjegyezném, hogy a kötődés elméletnek azóta már úgy tudom, hogy van reform szemlélete. Tehát pont az, hogy ugye abból indult ki az eredeti kötődés elmélet, hogy csak egy emberhez, aki gondoskodik, fog kötődni a gyermek, és a vele való kapcsolata fogja megalapozni a fő kötődési mintát. De tényleg mi van akkor, ha egy gyerekre négyen vigyáznak felváltva? Akkor most... mindegyikhez kötődhet. Tehát most már belátják azt, hogy egyszerre többfelé kötődhet a gyermek, na de ha a gyermek kötődhet egyszerre többfelé, és kialakult egy ilyen mintázat, hogy egyszerre több személyre figyel, miért tagadjuk azt, hogy a felnőtt is kötődhet többfelé? Ugyanúgy lett. Ha valakinek kötődés zavara van, tehát felbukkannak olyan emberek, útkeresők, stb. Az etikus nem monogám közösségekben, akik ténylegesen kötődészavarosok, így beszélgetés alapján meg. Tehát egyszerűen van valami nehézségük a kötődéssel. Talán nem volt helyes, hogy ezt a szót használtam, hogy kötődészavaros, mert hogy ez olyan, mintha megbélyegezném őt, mert ez valami negatív lenne. Az ő kötődési mintázata nem annyira biztonságos kötődések, egyirányú vagy többirányú biztonságos kötődések felé mozdult el, hanem más túlélési metódus talált kötődés mintázatban, mondjuk így. Akkor, hogyha valakinek nagyon komoly problémája van azzal, hogy kötődéseket hozzon létre, bármilyen sajátokból, ne feszegessük, mert nagyon gazdag lehet ezeknek az okoknak a tárháza, az általában nem tud jól megmaradni, kifejezetten a poliamor kapcsolatoknál. Azt én nem tudom, hogy jól tud-e mondjuk szvingerezni, vagy... Mit. Az mitől függ? Hát én nem szvingerezek, de elvileg a szvinger közösségben ilyen párok csatlakozhatnak, kötetlen szexuális tevékenységekre, ha jól tudom. Igen, csak hogy mitől függ az, hogy valaki erre nyitott és ebben jól tud működni? A swingerben? Igen. Szerintem biztos, hogy köze van a szexuális nyitottsághoz például, mert másképpen nem működhet. Tehát mondjuk valaki szeret kísérletezni mondjuk a szexualitásban, el tudom képzelni, hogy mondjuk ilyesmi van benne, de... Vagy például, hogy hozzak egy példát, azt tudom, hogy vizsgálták, hogy a szexuális öröm osztozás, tehát, hogy van, aki egyszerűen szeret többesben szexelni, tehát léteznek ilyen emberek, uh-huh. akik ezt szeretik, kifejezetten feldobja őket, és gondolom, hogy ő rájuk is ez vonzerővel hathat, hiszen ott, ha csak erről van szó, és mondjuk nem akar érzelmi kötődés, mint a swinger, ismerek poliamor swingerező embereket, de hogy alapvetően a swinger tudomásom szerint nem érzelmi kapcsolatokat alakít ki. Azt viszont én legalább se azt sejtem, mit gondoltok arról, hogy akinek ilyen szorongó kötődő, tehát akinek nincs az a meggyőződése, vagy nem érzi az biztosnak, hogy ebben a kapcsolatban mi benne fogunk maradni, hiába mondjuk azt, de én annyira nem vagyok magabiztos, meg annyira félek attól, hogy nem vagyok elég értékes, hogy azt gondolom, hogy úgyis elhagy majd valakiért a párom. Szerintem ez az állapot például visszatartott valakit attól, hogy egy poliámor, vagy valamilyen nyitott. Igen. Tehát, hogy a monogámia felé viszont szerintem elég egyértelműen mutat ez a fajta, jó, akkor ne hívjuk kötődés zavarnak, hanem ez a mentalitás, vagy ez, igen, ez az állapot. Ez a kötődési minta. Igen, tehát pont ezt akartam mondani, hogy az, akinek nehézsége van kötődés fönntartásával, nem fog tudni jól működni a poliámor kapcsolatrendszerében, mert pont az lenne a lényeg, hogy magas a bizalom, hogy kötődünk egymáshoz, hogy bízunk ezekben a kötődés, uh-huh. mindenki ez nem megy, akkor ide-oda fog hányódni ebben, vagy nagyon szenved, vagy nem jól éli meg. De igazából ők is nyilván meg tudnak találni egy olyan kapcsolatmódot, vagy életmódot, még akkor is, hogyha nem monogám, lehet, hogy ez a kapcsolati anarchia, lehet, hogy a, nem tudom, tényleg a swinger, vagy valami fajta nyitott kapcsolat, vagy tényleg nem tudom, hogy... Most példákat nem tudnék sorolni, de az lényeg, hogy pont a poliamori egy kicsit nehéz. Tehát, hogy ott vannak emberek, akik, tehát ismerek ilyen embereket, akik próbálkoznak ezzel, vagy időről időre találkozok ilyen emberekkel, de ahogy mondtam, nem mindenki, akinek megtetszik a poliamoria, valójában poliamor. Tehát a poliamoriába háromféle módon szoktak bekerülni az emberek. Az egyik kell megtörténik. Magában így felfedezi, van, aki már fiatalon. Ez volt te. Van, akivel csak úgy nem fedezte föl, de belesült, tehát hogy megtörtént, hozta az élet. És akkor valamit kezdenie kell vele, és a szerencsénk van akkor, vagy neki szerencséje van, akkor kijut egy olyan megoldáshoz, ami nem
én képromboló, nem kapcsolatromboló, stb. A másikat, a másiknak meg tetszik. Tehát, hogy ennek sokféle oka lehet, hogy neki miért tetszik ez meg. Az is lehet, hogy neki ez egy átmeneti érdeklődésre. Az is lehet, hogy igazoltál válik, mert tényleg igaza volt, tehát itt megtalálta a helyét ebben a dologban. Az is lehet, hogy nem találja meg a helyét. Általában monogám emberekkel is megtörténhet például, hogy egy rövid ideig egyszerre két emberhez vonzódnak, de ők ezt többnyire krízisként élik meg. Igen. Tehát, hogy borzalmasan szenved szegény, úgy ezért megzavarodott, és tudja, mi ezt kezdjen magával, akkor ő valószínűleg nem poliamor. Uh-huh. Ha ő nem attól fél, hogy mit fognak mások mondani, de magában boldog, hanem magában sem boldog, függetlenül attól, hogy mit mondanak mások, akkor ő valószínűleg nem poliamor, vagy csak nem is nem monogám, hanem monogám. Tehát, de van, amikor ilyen emberek érkeznek hozzánk, akik pont ilyen krízis fázisban vannak, és kell vannak kérdéssel, meg szenvednek, meg mindenre próbálnak rájönni, hogy ők most ide tartoznak, vagy nem ide tartoznak, és aztán kiderül, hogy nem, az is teljesen rendben van. Bocsánat, itt megjegyezném, hogy a hozzám az a poliámor közösség, a keres kérdezni is Facebook csoportra gondolsz ilyenkor? Úgy általában gondolok a poli közösségekre. Köszönöm, hogy mondtad a csoport nevét. Tehát én két közösségben vagyok admin, az egyik a poliamor közösség kereskedezni, és a másik a poliamoria virtuális klub. De vannak még más közösségek is, akiket, és ezeket egyébként az egy részüket teljesen simán meg lehet találni a közösségi térben a Facebookon, ha valaki keresné, tehát tudom ajánlani a Poliamoria Magyarországot, a Szabadon Szeretnit, ezen kívül a két csoporton kívül, illetve van egy ilyen nagyon hosszú nevű ilyen poliamor barát és társkereső, stb., tehát akár azt is. Inkább csak annyi, hogy ha valaki tényleg ezt érzi, hogy neki megtetszett ez a dolog, akkor tájékozódjon, mielőtt fejest ugrik a medencébe. Mert ugye akit az élet visz bele, az már úgyis benne van, ő is tájékozódjon, de ő már úgyis benne van. Aki pedig, aki viszont érdeklődésre húzza oda, mert úgy érzi, hogy ez milyen jó szabad gondolkodás, lehet, hogy eddig az volt a baj, hogy nem így csináltam, stb. Az tájékozódjon, hogy milyen nem monogámiák vannak, és így tovább, tehát, hogy mégis hova ugrik. A harmadik dolog pedig az, akit hoznak. Ők szoktak azok lenni, akik monogámok, de mondjuk poli a partnerük. Ez egy nagyon összetett dolog, mert létezik az, hogy valaki ilyen poli elfogadó monogám, vagy ilyen poli fluid, szokták mondani, hogy egy kicsit van érdeklődése több ember felé, de igazából monogám kapcsolatban érzi jól magát, vagy élete egy bizonyos szakaszában többes kapcsolatai voltak, de monogámban is teljesen jól. Léteznek ilyen átmeneti, vagy fluid emberek, de létezik az is, hogy valaki egyszerűen monogám, de el tudja fogadni, mert bízik a partnerében, stb. Komfortos tud lenni azzal, hogy a partnerének több kapcsolata van. Hozzáteszem, hogy általában ezek az emberek találtak maguknak valamit ebben az egészben, amitől ők épülnek. Tehát nem az van, hogy ő elviseli, hogy ő berakja a 100%-ot a kapcsolati ráfordításából, és a másik mondjuk csak 60-at tud lakni, hanem az van, hogy ő és körülbelül 60-at, 70-et rak, mert mondjuk van egy olyan munkája, például van egy író ismerősöm, aki ilyen, hogy neki az írás a második kapcsolata. Tehát, hogy van egy olyan munkája, vagy van egy olyan, talál benne valami olyan új dolgot, amitől teljesebb lesz az élete, és ezért érzi magát jól benne. És végül vannak azok a monogám személyek, akiknek poli a partnerük, és még ilyen, hát ilyen vívódó állapotban vannak, hogy mit kezdjenek ezzel az egésszel, és sok megértést és támogatást igényelnek. Van arra rálátásod, hogy a pszichológia manapság a poliamor embereket, emberekkel hogy viszonyul hozzájuk? Igen, nagyon sokáig a párterápiánál az egyetlen megközelítés a monogámia volt, mert maguk a módszerek, a terápiás módszerek, amikkel dolgoztak, megtanulták az egyetemen, meg amit a szakma kidolgozott, az arra épült, hogy két ember van, és az egész módszertan erre épült. És akkor eleinte valahányszor azt tapasztalták, hogy egyet több ember van, az a zűr és a zavar kategóriája, tehát hogy azt akkor rendezni kell, hogy megint kettő legyen. Tehát vagy az a kettő, aki eredetileg jött, vagy ők szakítanak, és úgy legyen kettő, de hogy az lesz majd a rendeződés. Mostanra viszont van egy olyan iránya külföldön is, tehát hogy az amerikai
pszichológiai társaság is kiadott már ilyen kiadványt. Tudomásom szerint kutatások zajlottak a pszichológia területén, kutatták a poliamor családokat, a gyermeknevelést, a poliamor családokban a kapcsolatrendszereket, etikus, nem monogám különböző fajta kapcsolatrendszereket. Németeknél is vannak ilyen kutatások, stb. Tehát megváltozott egy kicsit a szakmának a hozzáállása, és egyre több. Tehát még mindig vannak olyanok a szakmán belül, akik nagyon ragaszkodnak az eredeti monogámiára, koncentráló párterápiás módszer, és vannak olyanok, akik mondjuk az affirmatív megközelítés mentén már akár ajánlják is a nyitott kapcsolatot, mint lehetőséget, vagy az etikus nem monogám kapcsolatokat, hogy egyetem, vagy lehet, hogy felvetik annak a lehetőséget, hogy az illető valamilyen fajta nem monogám ember. És én ismerek is ilyen pszichológusokat, tehát ugye a magyarok közül például ugye a dr. Rákfényi Katalin, illetve a Sári Lilla, őket tudom említeni. Én például hozzájuk fordultam segítségért, úgyhogy ezért is tudom őket említeni. Úgyhogy általában tanácsolható is, hogyha valaki azon gondolkodik, hogy ő lehet, hogy nem monogám, vagy azon gondolkodik, hogy megnyitná a kapcsolatát, és így tovább, akkor érdemes tanácsadókhoz vagy pszichológusokhoz fordulni, olyanokhoz, akik ezt a témát elfogadóan szemlélik. Bár az is lehet, hogy ez lesz a vége, hogy nem nyitja meg a kapcsolatát. De ahogy mondtad, már maga az, hogyha őszintén lehet róla beszélni, igen, az rengeteget jelent. Kialakít egy olyan légkört, ahol nem elfolytás van, hanem feldolgozás. Igazából, hogyha erről tudtuk normálisan beszélgetni, akkor még milyen leküzdetlen akadály marad egy kapcsolatban, amiről nem tudtok beszélni, mert szerintem ez egy ha klasszikus irányba indulunk ki, vagy monogám irányból, ami a populáció nagyobb része, gondolom én, akkor ez egy olyan határhelyzet, amiről egy csomó nem beszélnek, és amiatt sokszor tragédiába is torkolik. Mert hogy tényleg akkor sérül. De hogyha beszélsz erről, egyébként azt meg akartam kérdezni, nem tudod, hogy a magyar jogrendszerben mi a helyzet? Tehát, hogyha mondjuk van két nő, meg egy férfi, és mondjuk a férfi, tehát, hogy mind a két nő összeházasodik, egyrészt eleve összeházasodhatnak így, hogy mondjuk egy férfinek két felesége, vagy fordítva, tök mindegy. Nem, jogilag nem tudnak így összeházasodni. Nagy hálával tartozom, és köszönettel a TASZ-nak, mert ugye a Társaság a Szabadságjogokért, mert ők többször is eljöttek hozzánk, amikor Polifesztivált rendeztünk, akkor oda hoztak programot, ugye ez a joggal légy szabad, vagy valami ilyesmi a programjuknak a címe, ahol elmondják, hogy az ember milyen szabadságjogokkal élhet, vagy egyáltalán jogaival hogyan kell élnie. És ott tisztázódott ez, hogy hát egyrészt a monogám házas, tehát a házasság kötés szempontjából pillanatnyilag a monogámia meghatározó a magyar jogban. Amit lehet csinálni mondjuk akkor, ha egy ilyen V-kapcsolat vagy triád kapcsolat együtt lakik, függetlenül a szereplők nemétől, tehát hogy három nő, három férfi, két nő, egy férfi, két férfi, egy nő, tehát bármilyen kombinációban, vagy pedig nem bináris személyek, és akkor ez teljesen... Tehát még emberek. Emberek laknak együtt, hozzá. Igen. Akkor azt tudják csinálni, hogy mondjuk polgári szerződést kötnek, aminek a jogi kerete hasonlíthat mondjuk ahhoz, amit egy lakótársi szerződés lenne mondjuk, vagy valamilyen hasonló ilyen polgári szerződés. Hogyha tisztázni szeretnék azt, hogy a viszonyaik micsodák ezen belül, ugyanis egy másik kérdés, amit nem szoktak emlegetni, mert ez a poliamória olyan szép dolog, ugye a szerelem, meg minden, ez tényleg nagyon romantikus, de ugye a nap 24 órából áll, és az embernek X mennyiségű pénze van, és ezek elég meghatározó kategóriák. Tehát az is, hogy valakivel kapcsolatban vagy, az általában pénzbe kerül. Jó esetben mondjuk egy idő múlva hoz is pénzt, hogy úgy mondjam durván. Tehát, hogy együttműködünk, és nem csak költség, mondjuk anyagilag egy randi. De azért lássuk be, hogy ezeknek vannak anyagi vonzataik. Tehát hazudnánk, ha nem lenne. Úgyhogy, vagy mondjuk együtt felújítják a lakást, amiben élnek. Vagy tehát felmerülhetnek a mindennapi életnek dolga, és hogy ilyenkor egyszerűbb ilyen lakótársi jellegű szerződést, vagy valami hasonló polgári szerződést kötni, amivel előre tisztázzák, hogy mi a helyzet, szépen eljutnak egy konszenzusra, és leírják, mert hogy ezután nagyon sok kellemetlenségtől tudja őket megkímélni, ha esetleg kitörne a konfliktus. Bár ez nagyon szomorú, hogyha mondjuk már bíróságra kell menni ilyen konfliktussal, de sokkal szebb az, hogy meg tudják beszélni, de mondjuk valaki úgy érzi, hogy ez őt megnyugtatja, akkor írhat ilyet. Vagy
a gyermek elhelyezésnél például lehetnek nevelőszülők vagy megbízott gyámok, hogy én kiadok egy papírt, hogyha valami történne velünk, akkor a kedvesem a fiam gyámja, mert egyébként automatikusan másképp rendezné a jog, aha, de például figyelembe veszik az illetőnek az óhaját ezen a téren. Ezt azért így megemlíteném, hogy olyan sincs a magyar jogban, hogy jogos válási jog lenne az, mert ez egy népszerű félreértés, tehát a szexuális félrelépés vagy hűtlenség nem válási jogalap Magyarországon, tehát ezért nem választanak el titeket. Azért választanak el például, ha úgy voltál hűtlen, hogy nem gondoskodtál a párodról. Tehát a magyar jog azt tekinti válási alapnak, hogy mondjuk a beteg párodról nem gondoskodtál. Én azt sem tudtam, hogy kell valamilyen jogalap ahhoz, hogy elválj. Azt hittem, még nem váltál. Hát nem, bazd meg, nem is akarok válni. Hát de hogy bementek tehát, hogy miért most akkor egy bizottság vagy a jogász dönti el, hogy ti elválhattok-e, vagy sem? Nem, szerintem, ha az emberek kezdeményezik, hogy ők válni akarnak, akkor valószínűleg válhatnak, tehát nem olyan államban élünk, ahol tilos válni. Csak... De indokolni kell. Valamilyen indoklás kell, meg nyilván van ennek egy procedúrája például. Meg hogy az egyik nem akar. Na, igen. Például mondjuk nem tudnak megegyezni, akkor mondjuk mediátorhoz küldik őket, vagy valami ilyesmit, tehát tudom, hogy vannak ilyen dolgok beépítve a rendszerbe. Hogyha már a családról beszélünk, ebben az országban állítólag az a család, hogyha van egy férfi, meg egy nő, és akkor vannak a gyerekek. Mit gondolsz erről, illetőleg mit gondolsz arról, hogy hogyan hat, és van-e egyáltalán vizsgálat arról, hogy hogyan hat a poliamória gyereknevelésre? Van rá vizsgálat, de először az előzőre válaszok, és utána átmegyünk a vizsgálatra. Tehát, hogy én így picit vitatkoznék a, minek is hívják most, alaptörvény, én még régi vágású vagyok, más szavak jutnak eszembe. Tehát, hogy ezzel a bizonyos alaptörvényen egy kis vitatkoznék ezen a téren, mert hogy a családnak nagyon sokféle formája van. Tehát van ugye a nukleáris család, meg a hagyományos nagy család, mondjuk két drasztikusan különböző forma, meg van mondjuk a választott család, akiket mondjuk családunkok érzünk, de nem kötnek vele össze rokoni szálak. De van a mozaik család, ahol több külön nukleáris család mondjuk válás után, vagy özvegység után egymásra talált ilyen család rész, és mondjuk kombinációban nevelik a gyerekeket. Másképp nem tudom mondani, tehát lényegében ez egy mozaik család. Van ugye a szivárvány család, ahol azonos nemű szülők nevelnek, és a poliamor családmodellben lényegében több felnőtt ember szerepel, akik gyermekeket nevelnek. Nem minden poliamor kapcsolat effektíve családmodell is, ezt azért hozzá kell tenni. Egy kapcsolatrendszeren belül előfordult, hogy hárman együtt élnek, és vannak még ilyen személyek, akik csak időnként laknak ott, vagy csak ilyen külső partnerek, vagy tehát van egyfajta ilyen. És ahogy mondtad egyébként, valóban van néhány alap dolog, aminek meg kell felelni így etikailag, de egyébként ez egy nagyon rugalmas rendszer, és ők maguknak alakítják ki. Aminek jó oldala is van, mert illeszkedik az emberek igényeihez, tehát sokkal jobban tudnak képviselni az igények, csak ki is kell őket tudni mondani. És mit gondolsz, hogyha egy ilyen példát lát egy gyermek, hogy mondjuk szivárvány családban nő föl, az mennyire fogja meghatározni az ő identitását, szexuális irányultságát? Semennyire. Mi a fontos szerinted egy családban egy gyermeknek? Hát az, hogy ő biztonságban legyen, hogy egy olyan légkör legyen, ahol szeretet veszik körül, ahol őszinte kommunikáció van, ahol követhetőség és kiszámíthatóság van az élet szerveződésében. Én mondjuk hiszek abban, hogy jó az, ha a gyerek körül van egy ilyen biztonságos rendszer. De az, hogy most hányan alapítják meg ezt a biztonságos rendszert, az mondjuk már például nincs a követelmények közt, vagy hogy milyen neműek. Most bele kell gondolni, hogy mondjuk a meleg embereket is heteró emberek nevelték általában, tehát akkor ők miért nem lettek heterók, ha ez annyira meghatározó. Tehát a poliamor emberek gyerekei nem feltétlenül lesznek poliamorok. Tehát pont azt mutatják a vizsgálatok, hogy egyszerűen annyi történik, hogy tudnak arról, hogy ez is egy opció. És akkor van köztük egy általában kisebb százalék, aki ebben érzi jól magát, van olyan, aki meg kifejezetten monogám kapcsolatot keres, gyakorlatilag nem meghatározó egyáltalán. Ugye, amikor beszélgettünk, talán a Bereckei Tomi mondta azt, nem, hogy
hogy törzseknél ugye szokott az, hogy elég gyakori az, hogy a gyerekeket az egész falu neveli. Azt mondta, hogy nem elég egy anya, nem elég egy apa, nem elég egy család, egy falu kell hozzá. És talán még olyan arcot is vágtam, mint ő. Hogy akkor lehet, hogy végülis, hogyha nagyobb, minél nagyobb az a felnőtt közösség, aki tud foglalkozni a gyerekekkel és időt megosztani velük, meg figyelmet, ez tulajdonképpen, ha az evolúció szerint nézzük, igazából a gyerekeknek előny, nem? Hát lehet, bár szerintem én azért csinálnék, nem tudom, tehát én azt el tudom képzelni, hogy lehet, hogy 3 vagy 4 ember jobban tud közösen a közös gyermekeket nevelni, mint mondjuk 30, de szokás dolga már egyébként nem csak a törzseknél volt ez, hanem mondjuk az ókori családoknál és a görögöknél, meg másutt gyakorlatilag körben voltak a házak, és középre beengedték a gyerekeket, és akkor estére mindegyik haza került valahogy. Tehát, hogy minden együtt gondoskodtak, és ez egy nagyon alapvető dolog, hogy együtt gondoskodnak. A nukleáris család az, ami kicsit később jelent meg a történelemben, tehát ott a 1500-1600-as éveknél kezdődik Nyugat-Európában ez a pici családmodell, és aztán a 20. századra elharapózik. Igazából attól függ, hogy ki van benne, és mennyire érzik jól magukat. Ha mondjuk ez 3 vagy 4 olyan ember, akik folyamatosan konfliktusban vannak, mert nem tudják összehangolni az értékeiket, eljárásaikat, módszereiket, kommunikációjukat, akkor ez valószínűleg nem jó a gyerekeknek. Igen. Biztonság legyen, érzelmi biztonság, meghittség, őszinteség, szeretet, érezhető legyen a szeretet, és legyen a környezetnek valami fajta logikája, amivel működik. Ami lehet egy egyedi logika, mert lehet, hogy a mi életmódunkat valaki más kicsit furcsa szemmel nézte, mert mi nem a munkáink nem olyanok, hogy 8-kor elmegyünk dolgozni, és délután 5-kor megjövünk, mint még egy hagyományos, hanem lehet, hogy este dolgozunk, lehet, hogy délelőtt, lehet, tehát ilyen össze-vissza rakódnak. Sok fellépésre jártunk, vittük a gyereket magunkkal, esetleg úgy, hogy fizette, tük vagy ték nekünk a babysittert, és akkor őt is beöltöztettük jelmezbe, meg a gyereket is, és akkor ilyen élő elemként kóboroltak a színpad körül például. Ezért van a reneszánsz ruhába öltöztetett kisfiam rengeteg fotón, ilyen vidéki újságokban, meg ilyen színeken már nagyon cuki volt. Igen, meg láttam a Facebook oldalon ilyen kis középkori gyerekruhákat. Igen, igen. Úgyhogy most lehet, hogy valaki erre úgy néz, hogy úristen, nektek nincs 2 egyforma hétvégétek. És akkor hogy lehet úgy gyereket nevelni? Hát köszönöm, nagyon jól van a gyerek. Mert végig megvolt az érzelmi biztonság, megvolt a szeretett kapcsolat, megvan az őszintesség, nagyon jó fej gyerek lett belőle. Egyébként Elizabeth Schaffnek van egy ilyen kutatása. Ő egy kanadai pszichológusnő. 2013-ban jelent meg neki a Polyamorist Next Door, tehát a szomszédban lakó polyamorok kötete, amely 15 éves kutatásnak az eredménye, 100 valahány családot figyelt meg, akik ilyen nyitott, illetve poliamor jellegű konstrukciókban éltek együtt, és a gyerekeket, tehát a gyerekekről gyűjtötte az adatot, csinálta rendszeres interjúkat, stb. Megfigyelt. És ő arra jutott, hogy teljesen jól voltak a gyerekek, tehát általában még olyan szempontból még talán előnyös is volt, hogy kommunikatívak, jól kifejezik az érdekeiket, megértik mások szempontjait, és empatikusak, és rugalmasak. Tehát, hogy ezek kifejezetten erősségei. Voltak olyan, tehát van néhány dolog, ami mondjuk a poliamor gyermeknevelésben ilyen hátrány, zökkenős, mondjuk úgy. Az egyik, de az szerintem a monogám gyermeknevelésben is az, csak másképp valamiért az emberek azt hiszik, hogy ezek a poliamorok folyton szakítanak és szétmennek, mindegy. Tehát, hogy az egyik ilyen dolog, amikor egy partner kikerül a képből. Na most ez a monogámiában is óriás, sőt, ott aztán nagyon nagy tragédia, amikor 2 szülő van összesen, és akkor valamelyik kikerül a képből, ez borzasztó, megrázó. Amikor egy ilyen az egyik szülőfigura, aki esetleg tényleg ilyen szülőfigura volt, vagy fontos a gyermek számára, kikerül a képből, akkor hasonló folyamatok játszódnak le, mint egy ilyen monogám helyzetben lenne, és nagyjából ugyanúgy lehet ezeket kezelni. Például az egyik megoldás az, hogy mondjuk nem kerül ki örökle a képből, nem gyermekkel való kapcsolata megmarad,
és akkor nem veszíti el. Poliamor helyzetben lehet annyi előnye, hogy nem az van, hogy két ember volt, az egyik eltűnt, és a másik ott maradt sérülten, küzdve ezzel a rettenetes traumával, és még neki kellene a gyermek kérdéseire is válaszolni, hanem az van, hogy van több szereplő, akikhez tud fordulni a gyermek, hogyha szeretett kapcsolata van velük. Amikor a gyermekek még kicsik, tehát olyan 6 éves korukig általában, akkor a szüleik partnereire gyakran, vagy egyszerű családtaként, mintha egy ilyen nagynéni, nagybácsi, valami hasonló lenne, vagy kedves családi barátként, aki jön és hoz fagyit, lehet vele játszani, tehát hogy ilyen szereplőként tekintenek. És utána, amikor elkerülnek az oktatási intézménybe, akkor lassanként, olyan 12 éves korukig egy ilyen folyamatban fedezik föl azt, hogy az ő családjuk valami módon eltér. Tehát, hogy lerajzolják a rajzodat, a családodat, és akkor valahogy többet rajzol, mint bárki más, és így tovább. És hát ugye ezen a ponton gyakorlatilag az a fontos, hogy tudjon az ember beszélgetni a gyerekével erről a helyzetről. Az még nagyon jó, hogyha tud beszélni a pedagógussal is erről a helyzetről, csak ugye én belátó vagyok abban a tekintetben, nem mindig, hogy ez mondjuk Magyarországon mindenkinek ilyen nagyon jól fog menni. Egy picit segíti a gyermeket az ebben a helyzetben, hogy a pedagógusok gyakran nem kérdeznek rá. Mert nagyon sok a válás, és nagyon gyakran azt hiszi a pedagógus, hogy azért van több ember a képen, vagy azért van az, hogy hol az egyik, hol a másik, mert biztos válnak, vagy külön élnek, vagy valami van, és van másik partnerük, és akkor nem feltétlenül ezt a gyerektől fogja megkérdezni. Az lehet, hogy a szülőtől megkérdezi, hogy mégis mi zajlik maguknál, és akkor el lehet mondani, hogy mi zajlik, aztán valamit lehet vele kezdeni. De a gyereknek nem fogja neki szegezni, hogy apukádék válnak, ez nem így szokott történni általában. És a gyerekeknél megfigyelte a pszichológusnő azt, hogy volt olyan gyerek, több is, aki kifejezetten rájátszott erre, tehát amikor nem akarta, tehát úgy érezte, hogy nem biztonságos a környezet, és a másik nem értené az ő helyzetét, akkor egyszerűen elbújta mögé, hogy nem mondta, hogy válnak, de így ráhagyta, mintha az lenne. Uh-huh. Tehát ugye egy ilyen homlokzat mögé bújt a gyermek. Ez nem feltétlenül a legjobb szerintem, de lehetséges, hogy őt egy adott helyzetben megvédi valamitől, és akkor végül is hasznos lehet. Utána olyan ugye 12-13 éves kor ez a kiskamaszkor, amikor ilyen nagyon lázadóak, vagy nagyon kritikusak tudnak lenni a gyerekek, hogy akkor már így megtalálják az ő önálló véleményüket, és most ezt az önálló véleményt hogy fejezik ki, lehet, hogy konfliktusosan, kritikusan, lehet, hogy nem. Ott lehet egy ilyen szakasz, amikor szintén az segít, hogyha őszintén lehet beszélni a gyerekkel. Mindig ez, hogy őszinte legyen. Mert ha ő azt érzi, hogy itt zajlik valami, de titkos. Tehát ő érzi, hogy ott zajlik valami, de ez nagyon titkolva van, akkor ez borzasztó rossz irányokba tudja elindítani a családot. Pedig lehet, hogy már régen lehetne erről beszélni amúgy. Csak azt szokták meg, hogy titkolóznak, mondjuk. Mindegy. És amikor pedig olyan 15-16 éves korba kerül, ott már neki saját véleménye lesz erről az egészről. Vagy támogató, vagy nem, vagy elfogadó, vagy ilyen, vagy olyan, de ott már kialakítja a saját véleményeit, és mondjuk ott már előfordul, hogy ő esetleg ábrándozik, főleg a lányok az első kapcsolatról, meg nem tudom, és akkor általában egyik gyerek se arra szokott ábrándozni, hogy és akkor összejövök 3 fiúval, tehát hogy ez nem így zajlik a kislány lelkében ez a dolog, hanem tudja, mire még ott tartanak, hogy na az első szerelem, első randi, fogok-e csókolózni, és hát ilyen egyszerű kérdések foglalkoztatják, és tényleg majd egyszer, amikor felnő, akkor kiderül, hogy ő ebbe hol érzi magát, hogy ő... Szerintem több fontos ideje jutottunk, mert én azt hiszem, hogy az emberek többsége abban a hiszemben van, hogy a férfiak azok, akik hajlamosak kikacsingatni egy-egy kapcsolatból. És hogy ők forszírozzák mondjuk a poliámor közösségben való létezés. Összes poliámor, hogy beszéljük, abban mennyi férfi, mennyi nő. Azt mondják a statisztikák ilyen közmeglepődésre, hogy a poliamoriában több a nő. Tehát a poliamori az a nőknek jobban tetsző műfaj. Mindenki szokott ezen csodálkozni, de így van. Szerintem egyébként ez nem csoda. Ti sokkal együttműködőbbek vagytok. Hát az is lehet, meg az is lehet, nekem van erről egy saját elképzelésem, mégpedig az, így elgondolkodva a dolgon, hogy a férfiaknál egyrészt azért, mert van egy ilyen, hogy a
a társadalom mit jutalmaz, tehát ki a sikeres férfi, akinek sok szexkalandja van, ehhez képest meg a legtöbb férfinek nincs sok szexkalandja, és igazából nem is annyira akar. Na tényleg, ha lenne neki, de mindegy, ez egy másik, úgy kell csinálni, mintha mindenki ezt szeretné, típusú dolog. De tehát különböző okoknál fogva a férfiak fantáziát inkább az mozgatja meg, hogy a szexuális nyitottság, tehát hogy akkor lehetne másik nővel, meg lehetne másik, genetikailag kódolt. Meg van hormonális dolog is benne, de egyébként ennek nagyon nagy része nevelés. Tehát, hogy mit közvetítettek feléd, hogy mitől vagy te tök jól működő férfi, és mindenki szeretne tök jól működő férfi lenni. Meg a társadalom satúja is egyébként. Igen. Igen. Tehát ők inkább a szexuális nyitottságról ábrándoznak, vagy azt afelé mozdulnak, a nők pedig szeretik azt, hogyha több partner van, akikre lehet támaszkodni. Na most a férfiak azért ijednek meg attól, hogy több felé kell támaszkodni, mert ha ő mondjuk egy hetero férfi, és arra gondol, hogy több nő van a képbe, és mindegyikkel egy ilyen támaszkodó komoly kapcsolata van, ő úgy érzi, hogy tőle azt a szerepet várják el, hogy mindegyiknél lássa el a férfi férj, gondoskodó, nem tudom, finanszírozó és a többi szerepeket, mert ez van a fejében, hogy ezt kell csinálni a férfinak. Na de ha ezt három felé csinálja, hát mennyi idő, energia, pénz, a többi az? Ez a kötöttség maga nagyon ijesztő lehet. Az megint más kérdés, hogy egy poliamor kapcsolatrendszerben nem úgy zajlik, hogy egy szerencsétlen férfi eltart három nőt. Nem ez történik, hanem az történik, hogy van együtt mondjuk négy ember, vagy hát ilyen hálózatosan többen, és együttműködnek, és megosztják a dolgokat. Tehát nem az van, hogy akkor ő neki kell fizetnie annyi éttermi számlát, meg annyi gázszámlát, meg nem tudom micsoda, tehát nem erről van szó. A nők nyilván azért szeretik jobban azt, hogy a poliamóriában ilyen építkező kapcsolatok vannak, mert hogy jól esik nekik a támasz, szeretnek csoportban együttműködni, stb. Ez nekik ilyen megnyugtató, hogy van kire számítani. A férfiak meg ugye a szexuális ábrándok miatt szokták a szexuális nyitottságot hangsúlyozni, illetve azért, mert megijesztheti őket ez a teher, ez a kötöttség. De mondom, ha már valaki benne van, akkor rájön, hogy ez nem így működik, hogy akkor ő van egyedül itt kihasználva, és neki a rossz. Hogyha most beszéltünk a férfi-női kapcsolatokra, akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy Nyugat-Európa és Magyarország. Az év elején a New Yorkerben megjelent egy nagy cikk a poliamóriáról, ez tematizálta heteken, hónapokon keresztül az Egyesült Államokbeli sajtót. Akkor, amikor az év elején itt volt nálunk a David Barrett Tamás Oxford Egyetemen viselkedéskutató, azt mondta, hogy akkor, amikor megkéri a diákokat, hogy tegyenek fel neki kérdéseket, előbb-utóbb egészen biztosan a poliamóriához fognak kiukadni. Egyre nagyobb divattá, vagy az érdeklődés középpontjába kerül odakint. Mi a helyzet Magyarországon? És mit gondolsz egyébként arról is, hogy kint miért ekkora érdeklődés övezi? Azt gondolom, hogy mind kapcsolatilag, mind az identitások szempontjából, tehát kapcsolatmodellek szempontjából, mind az identitások szempontjából, mind szexuális megközelítések és egyebek szempontjából, ugye a pluralizmus korát éljük. Tehát, hogy egyszerre nagyon sokféle fogalom, amin eddig azt volt, tehát az a világrend, amit nagyjából egy egységes értékrend hatott, tehát egy egységes normarendszerrel, az nyilvánvalóan megbomlott a 20. század második felében. Már előbb elkezdett bomlani, ennek megvan a történet, de most arra már teljesen szétbomlott, és nagyon sok, tehát nagyon széles körűek lettek a kulturális találkozások. Tehát, hogy egyszerre többféle kulturális megközelítés létezik egy társadalmon belül. Gyakorlatilag ebben az irányban adunk, és ebben a sok kulturális találkozásban, értékek, különböző értékek találkozásában, ezekre épülő normák és egyebeknek a találkozásában rengeteg ilyen értékversengés, különböző norma megközelítések, stb. Az emberek így keresik a helyüket ebben. Tehát azért kérdeznek a poliamóriáról, mert most megkérdezhetnek. Mondjuk lehet, hogy nem kérdezhettek volna 70 évvel ezelőtt ennyire erről a dologról. Igazából ez nem jelenti azt, hogy mindannyian poliamorok lesznek. Ez egyszerűen csak, ahogy mondtad, a téma a figyelem középpontjába kerül. Többet lehet róla olvasni, érdekes, mert egy olyan modell, amiről eddig kevésbé hallott, elgondolkodik rajta, hogy neki megfelelne, nem felelne, ő mit csinálna, mi a jó, mi a nem jó, stb.
mitől fél, mit remél. Hát Magyarországon, amikor ezzel az egésszel elkezdtünk láthatóvá válni ott, akkor még éppen, hogy egy cikk létezett magyarul a Wikipédián, ami ráadásul kissé pontatlanul is volt megírva, egyfajta általános etikus nem monogámia volt, de kicsit keverte a fogalmakat, de azért egy jó nyitás volt mondjuk erre a témára. 2012-ben írta, és 2015-ben lett le. Tehát ez volt az első fecske, úgy mondjam, valaki írt egy cikket a Wikipédiára. Megjelentünk mindenféle felületeken, fesztivált is szerveztünk, közösségi eseményeket rendszeresen, stb. Most is vannak ilyen közösségi események. Gyakorlatilag egyre elérhetőbbé vált a téma. Ehhez képest mi még nagyon kevéssé ismert. Tehát, hogy azért egyre többet lehet talán, főleg az urbánus kultúrában, főleg a budapestiben egyre többet lehet találkozni vele, vagy már nem annyira szokatlan a fogalom, de azért Magyarországon még nincs ez, hogy állandóan erről faggatnák szerintem a professzort. Igazából azt viszont látom, hogy egyre több a szakdolgozó, aki megjelenik nálunk, hogy valamilyen kutatáshoz gyűjtene anyagot. Mennyire kell tartani megbélyegzéstől? Hát egyre kevésbé, de azért még mindig tartani kell. Mi próbáltunk arra vigyázni, hogy ez ne a pulvárlapok szintjén jelenjen meg, hanem mondjuk olyan médiákban, ahol az emberek normálisan el fognak ezen gondolkodni. És ennek volt egy olyan pozitív hatása, hogy én tapasztalom, hogy csökkent az ezzel kapcsolatos megbélyegzés és előítélet. Hozzáteszem, azért még van, tehát azért még találkozok ilyennel. Meg őszintén az ember, miután már így lassan 10 éve, már most már 10, igen, már 10 éve benne van ebben a dologban. Igazából ebben felfedezte ezt az identitását. Egy picit úgy el is fárad, és, vagy nem tudom, tehát egyszerűen már azon a szakaszon túl vagyok, amikor hatalmas esemény az, hogy ezt felfedeztem magamban, és hogy ezzel mit kezdjek, és hogy fér be az életembe, és hogy vagyok én. Ez most már egy teljesen integrált és elfogadott rész is az embernek. Tök természetes, hogy annyi kapcsolata van, amennyi van. Egyszerűen más dolgokkal kezd el foglalkozni. Ez egy ilyen folyamat. Én láttam egy nagyon értékes bejegyzésedet, és nagyon nagy hibát követtem el, hogy azt nem írtam ki, és most nem olvasom föl. De összegezni próbálom. Arról szólt, hogy te azt szeretnéd elérni, hogy az emberek ne megbélyegzően, lenézően, elítélően viszonyuljanak nem csak szexuális és érzelmi orientáció kapcsán, hanem hogy fogadjuk el a másikat olyannak, amilyen. És szerintem ebben az országban ebből iszonyatosan nagy hiányaink vannak. Egyetértek, nagyon magas a kockázatkerülés az országunkban, tehát ezt most kultúra kutató szemszögben mondom, hogy a kockázatkerülő kultúrában gyakorlatilag minden tulajdonság, tehát ugye egy el nem fogadott tulajdonság is lerombolhat egy teljes ember értékelését. Tehát, hogy mondjuk valakiről kiderül egy olyan tulajdonsága, ami nem fér bele a biztonságosnak tekintett normákba. Egyébként nem árt senkinek a világon vele, de nem fér bele, az lerombolhatja az ő teljes státuszát, vagy emberi megítélését, tehát nagyon nagy kockázatok kapcsolódnak ehhez. Én egyébként azért tudok ennyire önfelvállaló lenni, vagy önazonos lenni, mert én azzal fizetek ezért, hogy egyénileg működöm, és mondjuk nem egy cégnél, vagy pláne nem egy közigazgatási szervezetnél, de azok, akik mondjuk közigazgatási szervezetekben működnek, de dolgoznak, vagy máshogy élnek bérből, fizetésből, ők azért sokkal óvatosabbak annál, hogy mennyire legyenek láthatóak a nyilvánosok számára. Tehát én azzal biztosítom magamnak az én mikroklímámat, vagy az én mikroteremet, hogy jó, hát akkor én viszem el a bajt, és gyakorlatilag nem függ a megélhetésem ettől. Ellenben mondom, meg tudom érteni azt, hogyha valaki, tehát időre találkozok olyanokkal, akik azért próbálnak nagy titkosságra törekedni, mert olyan munkája van, hogy mondjuk közszolga, vagy egyéb, aki nem szeretné egyszerűen, hogy megtudják, mert fél attól, hogyha egy ilyen nagyon egyszerű magánélettől kiderülne, hogy ő másokkal is randizik, nem csak a házastársával, akkor ezt tönkre tehetni az egész élet. Vagy szűkebb vidéki közösségekben, kisvárosokban, falvakban, vagy hasonló lehet ez még probléma. Tehát a kockázat kerülő kultúra az valóban elég nagy probléma nálunk, ugyanis a világ egyre kockázatosabb, tehát hogy mi mindig elkezdjük kerülni a kockázatot, akkor nem fogunk tudni túlélni, mert nem vagyunk elég rugalmasok, nem tanulunk új módszereket,
nem tekintünk új távlatokba, nem keresünk új megoldásokat, hanem mindig csak így ragaszkodunk a régen jó volt, most úgy ez jó. De hogy ezeket mondod. Ezt én nem gondoltam erre is soha, hogy a magyar mentalitás az kockázat kerülő, de valószínűleg ezért van az, hogy tehát mondjuk a franciáknál kiderül az, hogy a kormány felső emberei okiratokat hamisítanak, és aztán eltüntetik, és bírósági eljárások pályáját változtatják meg belső korrupció és hazugság által, valószínűleg fél órán belül autók égnének a Champs-Élysées-en. És itt pedig nem ez van. Persze, mert nem érzik magukat az emberek direktben, tehát az érintettségük, az ő személyes érintettségét nem érzi erősnek. Bele van építve egy ilyen felelőtlenség ebbe a struktúrába, tehát rengeteg felelőtlen rendszerünk van. De ez illúzió. Igazából. Egyrészt, hát borzasztó nagy illúzió, mert hiába, tehát nem véletlen, tehát nagyon sokak számára például a poliamória, vagy akár a spirituális mozgalom, vagy más hasonlók, egyfajta ilyen eszképizmus, hogy ő most így kimenekül a való élet gondjaiból, egy ilyen kis szűk kis körbe, vagy azt gondolja, hogy bezárja a lakás sajtaját, és ott úgyis azt csinál, amit akar, majd a négy fal között, ugye. De hogy ez egy illúzió, mert hogy egy idő múlva ezek a dolgok bejönnek az ajtón. Igen. Tehát, hogy nem tudod őket kint tartani. Inkább meg kell tanulni velük boldogulni. Ez az egyik oldala. A másik pedig az, hogy a magyar kultúra az úgynevezett kis kollektivista. Ez azt jelenti, mondjuk a nagy kollektivista, az mondjuk a kínai vagy a koreai, ahol ilyen nagy közösségek vannak, és akkor ugye az egyén az ennek a nagy közösségnek a tagja, és rendkívül fontos az ő személyiségében az a tény, hogy ennek ez a közösség dönt, vagy a közösséget irányítók döntenek. Amerikai mondjuk egy individualista kultúra, tehát ott mindig egy egyén van, nincs egy nagy közösség. Az egyének versengenek és küzdenek egymással. A magyar az kis kollektivista, ami jellemző azokra a társadalmakra, ahol régen ilyen nagy családos rendszer működött, mert a nagy család lényegében egy kis kollektíva. A kis kollektíva az ilyen 3-tól 16 főig szokott lenni, és utána szakad 16 fő fölött, mert nem nagyon tartja össze. És ez azt jelenti, hogy a magyarok maguk körül kis közösségeket alkotnak, tehát kis közösségek tagjai a munkáján, a baráti körben, a családban, stb. Különböző méretű kis közösségek, amik időnként átfedésben vannak egymás, és magukra úgy gondolnak, úgy azonosítják magukat, hogy ők ezeknek a része. Uh-huh. Nem gondolják, hogy a nagynak a része. Ő gyakorlatilag ezekben a kis közösségekben túlél, ezek a kis közösségek egymással versengenek, néha klikkesednek, lezárnak különböző folyamatok. De ennek megvan az a hátránya, hogy gyakorlatilag egyáltalán nem gondolkodik abba, főleg, ha nagyon kell küzdeni a kis közösségnek, vagy ott ő nagyon elfoglalt. Egyáltalán nem gondolkodik azon, hogy amúgy a nagy átfogó összképnek is a része ő. Az valami idegen dolog. Tőlem teljesen függetlenül. Igen, igen. A fejedelem szállása valahol ott nagyon-nagyon messze van, semmi közünk hozzá, itt érünk a kis jótáinkba. Ezek a mi marháink. Igen. Körülbelül ez a szint. És ezt így magunkkal hoztuk a 21. századig. Nézzétek, van nekünk itt egy olyan kérdésünk, ami visszatér, ez pedig a boldogságról szól, hogy kinek mit jelent a boldogság, és nagyon érdekelne, hogy te mit válaszolsz erre a kérdésre. Hogy mit jelent nekem a boldogság? Igen, mert hát egy más típusú ember vagy, mint akik ebben a székben korábban ültek. Nekem az a boldogság, hogy egyrészt én azt tudok lenni, akinek igazán érzem magamat, amit úgy hívunk, hogy önazonosság. Tehát ez azért nagyon fontos nekem személyesen, azért jelent nekem nagyon sokat, mert én nagyon évtizedekig éltem úgy, hogy egy hasadásban, és hogy megvetettem magam, vagy azt gondoltam, hogy defektes vagyok, vagy nem tudtam integrálni az összes személyiség részemet, és sérültnek éreztem magamat. Tehát amikor én integrálódtam, és egésznek éreztem végre magamat, és aztán azt éreztem, hogy ezt az egészet el is fogadják azok, akiket szeretek, na az okozta nekem az első igazán felszabadult boldogságot. El is hiszem. Ezen kívül meg még nagyon szeretek alkotni, és szeretem, ha megdicsérik. Akkor is nagyon boldog vagyok. Ez meg a másik dolog, ami egy fésztető sikerhez kötött boldogság. Lehet, hogy valaki azt várná, hogy azt mondjam, hogyha van két nagyon komoly, hosszú kapcsolatom, hiszen mind a két kapcsolatom most már azért ilyen 20 évre tekint vissza. Akkor azt kéne mondanom, hogy jaj, én akkor vagyok a legboldogabb, amikor a kedveseimmel vagyok, vagy amikor a fiammal vagyok, mert az én életem a kisfiamról szól, nem az én életem, nem a kisfiamról szól, bár imádom.
és mindent megtennék érte, mint anya, hogy ő boldoguljon, és teljes emberré válva felnőjön. De azt gondolom, hogy az ember élete igazából elsősorban önmagáról szól, és hogyha önmagában kiegyensúlyozódik, tudja, hogy ő kicsoda, tudja, hogy merre halad, és még ezt társakat is tanál, akik szeretik őt, megbecsülik, és ő is meg tudja őket becsülni, és szeretik egymást, akkor ez tényleg az alapja a boldogságnak. Teljesen egyetértek. Én is. Pedig számomra az anyaság, az anyaságnak az arhetipusa egy nagyon érzékeny és egy ilyen nagyon nagyra becsült dolog, de maradéktalanul egyetértek ezzel, hogy az anyának az élete nem szabad, hogy a kisfiúról szóljon, nem szabad, hogy azt testesítse ezt meg. De gondoljatok már, milyen érdekes, hogy beszélgettünk itt jogokról, meg arról, hogy a felelősség, meg hogy a szerepekben való teljesítés, de igazából az, hogy tud felnőni szépen és jól egy gyerek, hogy tud belőle egy önazonos, szabad gondolkozású, rugalmas ember lenni, egy adaptív személy, annak kibaszott egyszerű alapkövetelményei vannak. Kell neki figyelem, kell neki szeretet, beszélgetni kell vele őszintén, és így olyan érdekes, hogy annyi bonyolult dolog körbevesz minket a világba, és annyi szarsággal kell nap mint nap megküzdenünk, és ahhoz az életünknek, a boldogságunknak a kulcsa, ezek a legegyszerűbb dolgok, és erről nem beszélünk. Igen, nagyon érdekes volt egyébként, ha már ott tartottunk az előbb, ugye Elizabeth Sheffnek a kutatásánál volt egy érdekes tapasztalatom a gyerekemmel. Ugye ott voltunk, amikor ő ilyen, hát ilyen 9 éves volt körülbelül, akkor az akkori egyik kedvesem, egy hölgy, sétáltunk a Dunaparton a gyerekkel, és talált egy ilyen kis tréfa volt, egy kis műanyag gyűrűt a parton, valaki eldobta. És ő észrevette, és így felvette ezt a kis műanyag gyűrűt, és akkor ilyen tréfásan mondta nekem, hogy akkor ezzel most megkéri a kezemet. És akkor mondtam neki, hogy ez egy nagyon kedves gondolat, de sajnos a jelenlegi jogrendszer szerint nem tudok erre igent mondani. De a gyermeket annyira megdöbbentette ez a gesztus, hogy ahogy a férjem szokta mondani, hamar kell érkezni. Mondja ő. Elsőnek kell érkezni. Szóval, hogy annyira megdöbbentette ez a dolog, hogy hát így utána jött nekem, és közölte velem, hogy ő most szeretne szólni, hogyha itt válás lesz, akkor ő nem hajlandó választani, hogy apával vagy anyával szeretne lenni. És akkor így mondta neki, de kisfiam, hát egyáltalán nem akarunk elválni, hát semmi ilyesmi nincsen, vagy hát így ez honnan jött föl. Kiderült, hogy onnan, hogy az osztályában valakinek váltak a szülei, és hallott ettől a kisgyerektől, hogy neki kellett választani, meg az egész szörnyűséget, amin egy gyereket áthurcoltak egy ilyen alkalommal. Úgyhogy nagyon megrázta, hogy jaj, hát ez velünk meg ne történjen, között, hogy ő nem hajlandó választani. És akkor mondtam neki, hogy édesem, nem is kell választanod, szó sincs róla, tehát egyáltalán nincs semmi ilyesmi. És utólag megtudtam, hogy ezek után elment az apjához is, vele is közölte ugyanezt a dolgot, aztán elment az én kedvesemhez, az apja kedveséhez is, mindenkivel közölte ezt a dolgot. Aztán volt egy alkalom, amikor együtt voltunk a nappaliban mindannyian, és mindannyiunkkal közölte még egyszer. És mindenki azt válaszolta neki, hogy de hát senki nem akar elválni, és ott a férjem kedves, a szegénykém, ő nagyon megrémültett, hogy ja Istenem, micsoda károkat okozott ő a gyereknek, és borzasztóan összeomlott, hogy ő okozott valamilyen kárt, és hogy ő ezt nem akarta, mondtam, hogy nem, most már mindenki nyugodjon meg, senki nem akar válni, és nincsen semmilyen kár, senki nem okozott kárt. Egy kicsit nyugodjunk meg. És akkor és utána, amikor ott közösen is közölte velünk, és akkor is azt mondtuk, hogy nincsen ilyesmiről szó, akkor megnyugodott, és soha többé nem vette elő a témát. Nekem ebből az jön le, hogy a gyerekem megtanult egyrészt mindenkivel külön egyeztetni, kommunikálni, közölni, hogy ő, mi az ő álláspontja, tehát mi az érdeke. Ez az álláspontja, kérte, hogy ezt vegyük figyelembe, és gyakorlatilag leellenőrizte. Tehát, hogy összegyűjtött minket, és ott is közösségileg is megtette ezt, amit így külön-külön egyéni dologként megtett, és utána, amikor ott is így pipa lett, tehát minden rendben, akkor elengedt, és utána egyáltalán nem, azóta se stresszelt. Igazából ilyesmi. Akkor ő megvalósította azokat a kritériumokat, amik egy etikus kapcsolatnak, igen, az alapjai.
Igen, de ilyen természetesen, tehát egy 9-10 éves korában nem gondolkodott ezen mélyebben, hogy most feltételezem ez a működés, így beivódott, hogy ő mindenkivel tisztázza, és aztán közösen is tisztázza, és aztán minden megnyugtató, akkor pipa, tehát nem kell tovább stresszelni. Ez fantasztikus. Hát ki vagyok nyúlva. Az az ember, aki észleli magán, hogy ő vele valami nem olyan, mint a többiekkel, hogy gondolkodik azon, hogy ő most poliámor-e vagy sem, vagy csak észleli, hogy más, akkor mi az az eszköz, amihez nyúlni tud? Hova forduljon? Kitől kérjen segítséget? Tudtok-e neki ti ebben? Vagy egy ilyen folyamatban hogyan? Én azt javasolnám neki, hogy egyrészt próbáljon valamilyen közösséget találni. Vannak ilyen úgynevezett zárt csoportok, tehát hogy ő megtalálja kívülről, de ha ő belép, akkor őt nem látják, hogy ő ott mit csinál, vagy tehát olyan szinten zárt. Ilyen zárt csoportok, mint például ugye a Poliamoria Virtuális Klub, a Poliamoria Magyarország, Poliamor Közösség, Keres Kérdezni is, a Szabadon Szeretni, és a rettentően hosszú nevük van. Tantrikus, poliamor, barát és társkereső. Nagyon szép hosszú nevű csoportunk. Tehát, hogy ezekhez a csoportokhoz tud fordulni. Egyrészt ez azért nagyon fontos, mert ezek a csoportok általában azokat is nyitott karra várják. Például a Poliamor Közösség kereskedezni is az ilyen, akik teljesen útkeresők, kezdők, vagy csak érdeklődnek a téma iránt. Tehát, hogy nem kell ott azzal belépni, hogy muszáj poliamornak lennem, mert nem fogadnak be. Lehet jönni egy kérdéssel is, hogy szerintetek, ha ezt érzem, akkor én mi vagyok, vagy ti mit csináltok a helyemben. Lehet névtelenül is kérdezni, úgyhogy teljesen biztonságban van az illető. A másik dolog, amit javasolnék, hogy olvasgasson, tehát olvassa például Szilágyi Vilmosnak a Nyitott Házasság című könyvét, illetve egy-két éve jelent meg, két éve a Nyitott Szívvel Több Kapcsolatban, azon így a poli közösségből válogatott önkéntesekkel dolgoztunk. Ez az angol More Than Two-nak a magyar fordítása, ami az a megtiszteltetésért, hogy én vagyok a szakmai lektora. Tehát, hogy, és a Rekvényi Katalin írta hozzá, itt az előbben emlegettem az előszót, meg ő is átnézte a könyvet. Tehát, hogy ezek a... olvassa végig, az kifejezetten poliamoriáról szól. Nem olyan könyvek ezek, hogy muszáj úgy csinálnod, ahogy oda van írva, mert ezek ilyen... lehet, hogy találsz benne olyasmit, ami rád vonatkozik, ami meg nem az, meg nem vonatkozik, és kész. Illetve van a Rettenetes Magyar nevű, tehát ezt még régebben fordították, hogy az angol az a Itikász lett, és akkor ezt sikerült úgy lefordítani a magyarra, hogy Szexbolondok Illemtana, ami inkább a szexuálisan nyitott kapcsolatokra az ad segítséget, de az is lehet, hogy valakinek értékes vagy érdekes. Tehát azért érdemes ezekről olvasni, mert hogyha így olvasgat, akkor utána lehet, hogy tisztában lát saját magával kapcsolatban is. És ezen kívül közösségbe menjen, olvasson. Hogyha hirdetnek élő eseményt, jöjjön el nyugodtan, akkor is, ha csak érdeklődő és fogalma sincs, mert amit ott a csoportokban hirdetnek, arra mindenkit várnak. Tehát, hogy nem kell, mondom, nem. És nem szervezünk orgiákat, ne tessék izgulni. Vagy aki azért jön, ne azért jöjjön, vagy ne jöjjön, vagy menjen máshová. Igen. Szóval, hogy nem, semmi ilyesmi, a maximum, ami lehet számítani, a teázás, beszélgetés, vagy valamilyen társasjáték program, vagy kirándulás program, tehát ilyen dolgok szoktak zajlani. És forduljon, tehát tényleg nézzen körül a közösségekben, mert ott hirdetik magukat különböző fajta tanácsadók. Én is például végzek tanácsadói munkát is, meg lehet engem találni, de másokat is. Ugye, ott de ráadásul vannak... tényleg a Facebook csoportban ott bárki intéz egy kérdést, és csak nyíltan és nagyon alaposan, empatikusan viszonyultak az emberhez. Igen, igen, mert vigyázzunk arra, tehát mindenki tisztában van azzal, aki ezen, tehát gyakran olyan emberek vannak ezekben a csoportokban, vagy nagy részt, vagy nagyon sok az olyan ember ezekben a csoportokban, akik maguk már különböző drámai eseményeken átmentek a saját magánéletükbe, és tudnak empatizálni, tudnak kapcsolódni a másiknak a kétségeihez, akár a haragjához is. Tehát van, aki beírja, hogy mennyire haragszik a mondjuk névtelenül történt valami helyzet, és úgy érzi, hogy a kedvese hűtlen volt, vagy úgy érzi, hogy őt becsapták, vagy valami, és akkor
erre is empatikusan fognak reagálni, mert hogy erre most nem tértünk ide, egyébként a féltékenység az előfordulhat poliamor kapcsolat helyzetbe is. Akkor, hogyha valaki fél attól, ahogy mondtam, ha félti a kapcsolatot magát, vagy fél attól, hogy kiszorul a kapcsolat teréből, a szeretetből, a figyelemből, akkor bejöhetnek ezek az énvédő reakciók. És egyébként nem elítélendő a féltékenység, mert igazából lehet, hogy valami tök jóra rámutat, tehát hogy mit kéne rendbe hozni, arra mutat rá. Csak amíg a monogám kapcsolatnál gyakran a féltékenység egy ilyen alapbizalom megrendülés, és lehet, hogy a kapcsolat végét okozza, addig a poliamoriánál van mód arra, hogy a kapcsolat építésére fordítódjon ez a dolog. Nem mindenkinek sikerül, de van rá mód. Én szerintem az egyik nagyon fontos dolog az, amit nem tudtam sajnos jól idézni tőled, de az, hogy az ember olyan, amilyen, és próbáljuk meg elfogadni addig, ameddig a másiknak nem okoz kárt, vagy rosszat. Igen, ezt el szoktam mondani egyébként, a volt párszor, hogy azzal hívtak meg, hogy én tartsak erről előadást. És akkor ugye ez az egyik gondolat, amit el szoktam mondani, hogy egyrészt az, hogy a poliamória nem arra való, hogy megoldjon egy problémát. Tehát gyakorlatilag az, hogy én több partnerű leszek, most úgy szerelmi, etikus több partnerűség, de hogy én több partnerű leszek, az csak arra ad megoldást, ha az a bajom, hogy egy partnerű vagyok. Minden más kapcsolati problémát nem fog megoldani az, hogy én megnyitottam a kapcsolatomat, vagy poliamor lettem, de lehetséges, hogy az őszinte kommunikációs, a többi hozzásegít. Másrésztről pedig jogod van annak lenni, aki vagy. Tehát egyszerűen jogunk van önmagunknak lenni. Mindenkinek joga van, ez egy alapvető szabadságjog. Pont arról szól a poliamória, arra a szabadság, emberi szabadságjogra épül, hogy önmagáról, a testéről, személyiségéről és a magánéletéről mindenkinek joga van dönteni. De ezt a szabadságjogot, ha én szeretném gyakorolni, akkor másoknak is garantálom, és egy olyan teret hozok létre, ahol ezt én is tudom gyakorolni, meg ők is. És hogyha kérdezed, hogy mit jelent az, hogy önmagaddal is jól bánni, ez jelenti, hogy olyan teret hozok létre, ahol én is tudom gyakorolni, és ők is. Ebben segítkezek másoknak, hogy együtt ezt hozzuk létre. Hát ez sokak számára egy fontos célkitűzés lehetne. Igen. Igen. Hát nagyon szépen köszönjük, kedves én is nagyon szépen közönség, hallgatók és nézők. Dittara Balog Andrea kultúrakutató volt itt ma nálunk. Engedjétek meg, hogy azzal búcsúzzak, hogy villámgyorsan iratkozzatok fel a csatornánkra, még nem vagytok. Osszátok meg, léci az adást, ha tetszik, ha nem, mert ez nekünk nagyon fontos, de tényleg elő is fizethettek Patreonra, és akkor reklám nélkül hosszabb adásokat láthattok, de ha csak simán verettek egy kis gempát a bankszámlánkra adomány közleménnyel, az is nagyon jó. Az a lényeg, hogy ha tetszik, amit csinálunk, és szeretnétek többet és jobbat, akkor legyetek szívesek minket támogatni. És ne felejtsétek el, hogy az eszközök, az őszinteség, az önazonosság és a szabadság, azok nem rajtunk kívül állnak, hanem bennünk vannak, csak hozzájuk kéne nyúlni. Köszönjük szépen a figyelmet, szeressétek egymást, és vigyázzatok magatokra. Szevasztok! Csumi! Sziasztok! Állandó hangtechnikai partnerünk a Microsound Kft.